És most! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Kazincbarcikáról, a Rákóczi térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 6 óra után vagyunk, 16 perccel a turnénk utolsó állomásán. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága kazincbarcikaiak! Itt vagyunk, nézzük a jó oldalát a dolognak. Kezdjük a legjobbal. Nincs hideg. Ez nézzük, így igaz. Nézzük innen, hogy nincs hideg. Hello, Jani, hello, Feri! Hello, szevasztok! Mindenkinek, drága hallgatók, hát ide javasolnám nektek, hogy az esernyőben nem lehet tapsolni, álljatok össze párba, és egymás kezébe csapkodjatok, jó? Mert azért, mert egyébként tele a tér, gyerekek, kazincbarcikáznak, óriási. Hihetetlenül jó fejek, nagyon-nagyon sokan jöttek ki, de most, most arra jöttem a stúdióba, hogy Balázs, menjen, nézzük a jó oldalt. Mi a jó oldalt? Csak 10-ig vagyunk. Tényleg kiléptem a szálloda ajtaján, és rájöttem, hogy tényleg próbáljuk a jó oldalát nézni a dolognak. A jó oldal pedig az, hogy valójában nincs hideg. Tehát, nincs, hogy még nincs. Lehetne mínusz 10 fok, vagy 10, 0 fok, vagy 10, de ugye nagyon kellemes 14-15 fok van. Hát a szakadó eső az, az egy picit bezavar. Persze. Amilyen kicsi apró kopácsolásokat hallotok, az a Ferin, igen. Mert kint van Feri egy esernyővel, és hát belehallatszik, ja. Hogy az esernyőjére esik az eső. Nem, az az, hogy tengelytörés volt az autónk, amikor beálltunk. Ja. Te is szembe jöttél a forgalommal, látom jól. Nem, jó volt egyébként reggel, úgy nézett ki, mondtam is neki, amikor beszálltam az autóba, olyan volt az egész, mint egy ilyen, hogy hívják, ilyen rover promo film, így jött, így tudod, buckákorát, hogy hívják, beálltam el a szálloda, a szálloda elé bementem. Majdnem igen, mondom, jó, sok! Ez már recepció. Hogy állj ide a kocsival, már is érkezem, a sofőr tudott, kaptam egy kis aprót, bedobtam a lódnénére a bőröntöket, és beálltam a szálloda elé, hogy ne kell ráznia. Na most hát az egyetlen ember, aki fölkészült erre az időre, az a Jani. Jó, mondjuk nálad mindig van gondom mindenféle felszerelés, tehát mi ketten vagyunk, a két hülye gyerek eljött érted, egy póló, meg egy-egy kabátba, de semmi nincs nálunk, tehát se esernyő a Balázsra. Nézd meg a Jani, teljes védőfelszes, koton. Minden. Te be vagy bugyolálva. Egyébként meg vagyok oldal, remélem, hogy legalább ezen a héten, ezen a napon kapok majd egy olyan lájkot, vagy egy olyan kommentet, hogy na végre valaki most normálisan van fölöltözködve, mert hétfőtől csütörtök mindenki engem azt, hogy úgy nézek ki, mint egy turista. Mert hogy a többiek milyen csinosak. Hát mondom, basszus, csinosak. Jó, és kinek kell menni egyébként most, hogyják, mintát leadni, csak kérdezem. Én leadtam egy középsugarasat, mert aha. Itt mennem kell az STK-ba, egy érvétel és egy vizeletre, és ez a reggeli. És ez a reggeli. Mondták, két napig tartogat. Mert itt van egy gyönyörű folyadék. Mert figyeljetek, az, hogy a hostess lányaink, ami drága aranyos egyes hostess lányaink, két napon keresztül szörnyű teát csináltak nekem, majd rájöttem, hogy az egyik leányzó isten ilyen menza teát tud csinálni, és átállítottam rá, hogy álljon, hagyjuk ezeket a zöld teákat, szörnyű volt, és most lefőz előre egy ilyen adag menza teát, úgyhogy majd de még az is lehet, jó. Hogy tudunk egyet főzni, és akkor aki nagyon fázik, annak osztogatunk. Aha. A kis műanyag pohárba, ha vannak poharaink, vagy a markába, és akkor megszfölcs szűzcsön. Egyből szájba öntjük. Vagy egyből szájba öntjük. Ez jó, ha forró, akkor ez kifejezetten. Ez kifejezetten. Jó, de akkor kihűtjük előtte. Akkor legyen már kerek a történet, hogy a menzeteját mellé kapja már zsíros kenyeret is, meg egy kis tévépaprikát. Jó, konkrétan tévépaprikás kolbászos zsömle és menzatea. Vizes zsömlé. Igazi klasszik vizes zsömle. Ja Istenem, na hát itt vagyunk, a Rákóczi tér, a turnénk befejező állomása, állítólag igen. El fog állni az eső, ez tényleg egyébként itt mondom, van. Hogy 8-ig esik, holnap és 8 után, igen, hétfőn már sokkal jobb idő lesz. Kedi csókolom, az ablakba, hogy tetszik, jó van életem, az ablakba néz, hogy elbújj. Jöjjön vissza, tessék egy kicsit kiindegetni, húzz el a függőn, mutasson valamit. elbújt, ott volt egy ideig, nézett minket, most megszólítottuk, és bement. Ott a másik oldalon, férjúra is kinéz az ablakon. Hát akkor az egész ház, meg az egész lépcsőház az övéké, mert az egy kettő most látom balra sréhez. Nem, mellettem, most látom, hogy veszi elő a puskáját, és egy piros pici pontot látok Jani homlok. Nyilván, hogy ő lenne az első, akit lelőnének kármunk közül. Egy rohadt nagy vadászpuskát látok most éppen. Azt, hogy néznek bennünket, mert a ház, ó, első emeleten is, csókolom. Ó, hát az első emeleten jönnek tetszik minket nézni. Még aludnánk. Ott a második emeleten, újra visszajött a néni. Gyerekek, a fél tömb kint lóg az ablakba. Mert hát jó fejek.
vagy tűz van belül, vagy tűz van belül, és segítséget kérnek, mi meg visszaintegetünk. Így van, ami rajtam itt van ez a fejhallgató, nem hallom, hogy kinek az édesanyját emlegetik most ebben a pillanatban, reméljük, hogy nem a miénket. Mi nagyon hangosak vagyunk itt? Nem vagyunk nagyon hangosak, nem? Nem vagyunk nagyon hangosak. Akkor tekerjük fejjel. Igen, akkor ébresszük fel az egész Rákóczi teret. Na, szóval Rákóczi tér, ez a helyszín, tessék ide jönni. Egészen pontosan. És hát tényleg megdöbbentő engem, megmondom őszintén, hogy mindig nagyon-nagyon meghat az, amikor azt tapasztaljuk, hogy elmegyünk valahova, elmegyünk egy olyan helyszínre, ahol nagyon-nagyon ritkán fordulunk elő, és ennyi ember fogad minket. Legutoljára ezt az élményt, vagy hasonló élményt Tapolcán élhetünk át egy pár évvel ezelőtt, amikor szintén hasonló volt az idő. Tapolcán volt ennyire rossz idő, igen, meg egyszer Kaposváron volt. Borzadályos idő, hogy hideg is volt És ráadásul ugye akkor még nem álltak a rendelkezésünkre a nagyon jó minőségű vízhatlan szerezett tömítő rendszerek, amikkel vízhatlanná tudtuk változtatni a stúdi. Gyerekek, csak mondom, hogy tegnap én voltam az a szerencsés, aki elindította János az útjára, elvittem Debreceni. Közösen mentünk, ugye egy nagyon klassz kis túrát nyomtunk, elindultunk a festői Békéscsabáról, ahol egyébként nagyon jól éreztük magunkat, és egy lazabb 1 óra 20 perc alatt abszolváltuk az utat. Debrecenbe megérkeztem, nekem ott mennem kellett egy előadásra, majd hét után erről mesélnék egy-két dolgot, mert akár témát is lehet belőle csinálni. Nem is az a lényeg, kirakom János, mondom. De várja. Menj. Az odafele való útunk azért az jó volt, mert ugye egy picit, a GPS-em ugye azokat az utakat mutatta, amiken a legrövidebb idő alatt tudunk elérni A-ból B-be, ebben az esetben ugye Békéscsabáról Debrecenbe, és hát ugye a 47-es, ami egy picit jobb minőségű, azt most ebben az esetben kihagytuk, úgyhogy végig erről szólt az egész beszélgetés. És picit elmentünk így jobbra. 477, 417, valami kisebb, ilyen alúton mentünk. A 47 a legegyszerűbb. Igen, csak a GPS meg ezt mutatta, hogy ez rövidebb. Azt szóval megkérdeztem, biztos? Rövidebb. Biztos, mikor ilyen libák mentek át előttem, és ilyen olyan út volt, hogy egy darab kamion nyomott, és tehenek legeltek, mondom, Jani, biztos? Így van. Ezt mutatta a GPS. Nem kéne azt átállítani ezt a GPS-t. Mondom, hogy fizetős utakat is tartalmazzon. Beütöttem a kocsiba a GPS totál más útra, mert mondom, hogy János, megyek, amerre mondod, de ez mondom, itt nem lesz jó. Balhátsó kereket pulik csípkették. De tudod, mi a baj. És végig ez ment, tudod, hogy ezért, hogy János, jó, 60-as rába, ott egy rendőr, mi ez, jó? Tiszteletem. Ez ment végig. Olyan alsóbrendű útak, mert hiszem a kocsim hátsó futóműve az konkrétan leszakadt. Jó, csak közben egyébként ráadásul Valázsnak most van egy új hobbi. Még pedig az, hogy csak egy picit lelakottabb formájú ilyen kis üzleteket, kis boltokat keres, hogy azokat lefotoz és fölrakja az Instagramra, az első néhány kép már fönn is van, egyébként meg lehet csodálni, lehet lájkolni, és hát emiatt ugye elég sűrűn megálltunk, elég sűrűn aktiváltuk a vészvillogót, és lett valami... Volt, hogy megálltunk egy puszta közepén, vészvillogó, kiszálltam, elmentem. Jani így ült a kocsival, ha nézett, hogy hol. Az volt a legjobb benne, hogy volt egy csomó út, amit így mi kerülgettünk, és Balázs meg dudált rájuk, tudod, egy mixer, elmentünk egy mixer, mert ne, húzzadjál már le! Tudod, és akkor 10 kilométerre meg mi álltunk meg, és akkor ő dudált, ne, húzzadjál már le! Hülyen romeres! Nagyon jó, majd erről is mesélek, erről a kis sorozatról. Itt tényleg, ahogy Jani is mondja, mindenféle régi boltokat, kirakatokat kezdtem el fotózni, amit egyébként nem látsz. Nem tudom, látta, de egy látványpékséget sikerült lefotózni. Egy olyan látványpékséget, hogy nem hiszed el, és ezeket el akarom kezdeni szépen kirakni az Instára. Hát itt Barcikán is volt egy-két olyan helyes üzlet egyébként, ami 5 év múlva már sehol nem lesz. Igen, sajnos, tehát hogy van egy. Igen, tehát egy régi szatócsbolt, meg cipészbolt, olyan boltok, olyan kirakatok, hogy egyébként fantasztikusak. Sajnos egyre kevesebb van belőlük, és ez is egy ilyen full kubai hangulat egyébként, ilyen havanna külső, hogyha megnézitek. Nagyon aranyos, ne tereljetek. Szóval a lényeg az, hogy Debrecennél mondja, kiszáll. Mondom, menjél, oda, mint a pályaudvar. Gondoltam, nem megyek Debrecenbe a Krisnás barátaimhoz, megvárom, amíg mondjuk ez lecseng ez a 2 óra, és akkor, hogyha ott megkajálok, nagyon finom kis veg a kajákkal, stb. És akkor megvárom, és akkor jön majd az előadás, és visszahoz. De láttam, hogy baloldalt ott van a vasútállomás, na mondom, hát akkor ennél jobb lehetőség nincs is, arra, hogy előbb érjek oda mindenkinél korábban, ugye Kazincz Barcikára, úgyhogy én ott szépen felszálltam a vonatra, mert jött éppen a Rigo Intercity. És akkor mondom, a Rigo? Igen, lemondom, közvetlen csatlakozással biztos ott leszek Kazincz Barcikán. Nem így lett, természetesen. De hogy lett volna így? Hogy lett volna így? Debrecen Kazincz Barcika? Könyörgöm. Miskol? Miért? Mit? Hát nem tudom. Hát egy Debrecen Miskolc Kazincz Barcika, tudod. Az én kedvemért gondoltam, hogy a polgármester úr elintézte, hogy legyen most közvetlen járat, vagy mit tudom én, vagy kinézte valamelyik. Na mindegy, nem menjünk bele, mert ez korán van még a politizáláshoz. Tehát, hogy igen, idáig is eljut a kisvasút. Na és a lényeg az, hogy aztán a Miskolc Tiszain át kellett szállnom egy másik vonatra. Na mindegy, ideértem, egy étterembe egy picit megebédeltem, bejövök a szállodának a hajába, becsekkolok, abban a pillanatban...
megérkezik Balázs. Hát igen. 2 perccel később érkezett meg úgy, hogy én még beszélgettem az otthoniak, és mondtam nekik, hogy szerintem most indul Debrecenből. Hát mondom, tök jó, hogy eljöttem, mert biztos vagyok benne, hogy egyébként még 2 óra múlva értem volna ide, mondom, ezzel csomó időt nyertem. Vonatozott, átszállt, várt, beparkoltam. 2 perc múlva itt volt. Úgy, hogy egyébként bejártam a céget, volt másfél órás előadás, körbevezettem, innen volt, de ott is 2 perccel később tudtam megérkezni. 2 perccel. Ez egy tipikus, te. Én a Facebookon kaptam egy kérdést, hogy az létezik, hogy Jani a vasútállomástól gyalogol Kazincbarcikán. Igen. Hát mondom, igen, nyilván nem akar már taxit igénybe venni. De figyeljetek, tehát hogyha ha nem igaz, én akkor is azt szoktam magamnak mondani, hogy itt nincsenek távolságok. Én bárhol megyek, az az első mondat, ami kiszakad a szám, itt nincsenek távolságok, meg hát ugye ott volt ez a kis hétkezdeti kis szombathelyi eset. Az az 1500 forint értel, amit kivesznek a zsebedből. Az csúnya volt, az csúnya volt. Gyerekek, életem legszebb temetőjét láttam itt. De szép, igen. Te komolyan? Ezt komolyan mondom, hogy megálltam egy kicsit, és megnéztem, és rájöttem, hogy még nem láttam ilyen szép temetőt. Így van. És aztán már helyet is nézett a Sebestyén kriptában. Igen, mondom, ha egyszer választani lehet, akkor legalább idáig hozzanak el. Olyan nem láttad, ahogy jöttél autóval? Egy domboldalon, így ilyen fenyvesben, fenyőfák között, az erdőből egy ilyen rész így kihasítva, de kicsit így lejt a temető, és bent az erdőben. Ez itt Kazincbarcikán? Ez itt Kazincbarcikán. Annyira szép, ha lehet ilyet mondani. Ki akar ott feküdni a végén? Én. Hát figyelj, ha már lehet választani. Olyan szép, mondom, hogy ha már lehet, akkor oda menjünk. Találkoztam a szálloda névadó tulajdonosával, gyerekek. Ja, azt hittem, ez még a temetőhöz tartozik. Találkoztam a temetőre. Nem, gondoltam, nem megyek, járok egyet. De tényleg aztán mondom, nem azért, ez picit morbid lenne. Annyira gyönyörű helyen volt. És aztán semmi, csak ezt akartam elmondani, hogy ha már lehet így választani, akkor az embert egy helyre hozzák. Gyönyörű, majd hazafelé nézzétek meg. Gyönyörű, szép. De jó neked. Ahogy bejöttek Barcikáról, balra. Én mondjuk egy finom csalódásra indítottam egyébként a szálloda beérkezést, mert azt hittem, hogy nyitva van a strand, és hátra megyek, és már beindult a monokini szezon, de hogy ehhez képest meg nem találtam kint senkit kinfeküdni. pedig hoztam magammal az olajozó szettemet. Levitted a kis törölköződet, felvetted a kis bevágó tangádat, és elindultál a partról, hogy ugorjál egy indiák fejest a medóba. Nagyon szép, fabulonos napernyő, még patak Jági van rajta. Igen. Na, megmutatjuk gyorsan, mivel foglalkoztunk tegnap, egy röpke ismétlés erejéig, jó? Aztán jövünk már, és akár a helyszínről választhatunk egy játékost, aki úgy érzi, hogy belépne ide hozzánk az üvegstúdióba, játszana egyet, és agyon verne bennünket fekete-fehér igennel. Vagy legalábbis megpróbálná. Vagy legalábbis megpróbálná bennünket. Mert a heti tapasztalat nem ez, de hát ha. Ugye megszoktuk most, hát igazából nem is jelentkezzen senki ezen a héten SMS-ben a standard játékainkra, mert mindenképpen a barcikaiak közül fogjuk kiválasztani a játékosokat, és hát nem szabad megfeledkezni arról, hogy lesznek ugye speciális játékaink is nagyon-nagyon komoly nyereményekkel. A cerezites csempézős játék, illetve hát a mizós tehénfejős. Aha, persze, igen, és befejezem ezt a mondatot, és Feri is majd nyilván ki tud menni. De hát téged keresnek, igen, hát látod. Nem, mert ő rád mutogat. Nem, pont nem látszik. Nagyon jó, tehát csak lemegyek mindjárt részt. Na jó, van, Feri, ezt a szemüveget már le kell cserélni. Már nagyon régen. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 6 óra múlt 48 perccel. Pálinka? Ó, tehát olyan barack pálinkát ittam, hogy ilyen volt. Komolyan mondom, 4-et. Nem, 6 nem volt. Nem, de 4-ig bírta csak. Mondta drága pincérünk a szállodában, hogy mondtam, hogy kicsi sokat ettem, mit kell csinálni. Pálinkával. Vered szét, fogadjuk. Szétveretni. Csapatni. Szétcsapatni. Mondom, egy barackot. Megérkezett Jani, akkor még egy barackot. Vagy te málnáztál? Én málnáztam. Én harmadik pálinkát. Nem nagyon finom volt. Igen, mert én strapacskát ettem előtte, pörc nélkül természetesen. Figyelj, zseniális volt. Döbbenetesen jó volt. Igen, maradékoltam vele, és nem tudtam most itt ellenállni ennek, és nagyon jól tettem, mert nagyon-nagyon finom strapacska volt. És mondom, mire oda mentem, egyébként jól mondja Balázs, akkor már ő ott volt, és már elfogyasztott néhányat. Nem így történt. Egyébként a beszélgetés nem így történt, ahogy mondtam, meg oda mentem az asztalhoz, mondom, mi van vacsoráztam? Igazán egyedül. Bocsáss meg mindenért. Bocsáss meg, szeretlek. Jó, basszus, bejön valaki, ne lássák Úristen. Meg. Olyan voltam, mint a 60-as években egy ilyen meg nem értett beat költő, aki a sarokban, az étterem, igen, hátsó részében, a sarokban ül magányában is, és lerészegedett és állapotban. És keruákot olvasott éppen. Igen, mint Charles Bukowski, lerészegedve, a pincérrel sztorizgatva, tudod? Erre megjött Jani, akkor mondom, ha veled is hozzom egyet, gyorsan adja egyet. De kaptunk egy pálinkát, ez át kell, hogy vegyem, köszönjük szépen. Természetesen.
Nagyon jó. A gyerekek, az alkoholt begyűjtjük. Jó, nagyon drága. Ó, csak mondom, hogy ilyen az elmúlt 8 évünkben nem volt, hogy ő kiment valamiért. Mondjuk lehet, hogy pálinkát nem hoztak. Gyerekek, tudod, azért egy jó pálinkát, persze. Hát tudod, hogy egy jó pálinkát begyűjt az ember. Időről időre mindig beragad valami, és akkor arra a dologra, arra a témára nagyon intenzíven rááll. Hát most ez jön. Házi! Csak... Hát, aha, nem. Ajja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 j
Na, egy fekete-fehér igen-nemmel tanítsuk meg Kazincz Barcika lakosságát, hogy azért ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű játék. Ne, most nekem integethetek nyugodtan, szerintem az a baj, a hostess lányaink már szerintem kiválasztották a játékost, mert hogy itt már kézzétek, hogy 6 órakor itt minden betelik. Tehát, hogy aki nem érkezik időben, az lemarad. A 3/4-10-es megszólalók is megvan, mert itt hihetetlen jelentkezés van a játékra. Itt van már is egy játékosunk. Hello! Jennifer, hello! Milyen helyes kis piros, ilyen kis, nem tudom, ilyen kis fejkendő, vagy igen. Milyen? Igen. Védeni nem véd, de összetartja, ugye? Természetesen. Igen, nagyon helyes vagy. Jennifer, mi újságú? Jöttél minket megnézni, aztán Roblox tovább? Hát, igen, még már nem kell az iskolába. Iskolába? Mit tanulsz? Általános iskolában. Általános iskolában. Aha. Azt mondja, hanyadékos, másodikos. Akkor így elsírom magam. Én komolyan mondom. Ötödikes vagyok. Nyolcadikos. Igen. Most mentem elsőbe, óvodából. Igen. Gyerekek, mi olyan nyeszlettek voltunk, a mai tínédzserek már annyival hamarabb fejlődnek, komolyan mondom, én nem tudom, hogy mi. Te voltál nyeszlett. Tényleg, hát komolyan mondom, de a lányok is egyébként a mi korunkban, tehát egy ilyen korai érés fázisában vannak most már inkább. Én csak minden páratlan napon kaptam uzsonát, azért maradtam ekkor. Igen. És akkor is kivették belőle a felvágottat. Szegény családból származom, nem fizettek be mindenre apám, meg ilyen kocsivezető volt szegény úgy. Jennifer, kivel szeretné játszani? Ő Ferinek. Én? Ferivel? Aranyosan bögtél ide. Csak így ránézett Feri, és azt mondta, pislogott egyet Jennifer, nyugtázta, hogy legyen az óriás. Jennifer azért bizonytalanodott el, mert amikor ránézett Feri, akkor nem Ferit látta, hanem fiatal Axel Rosst, ugyanis a polgármester úr meglepett minket ilyen fehér esőkabátokkal, és most gyakorlatilag Feri eső, attól... nagyon jó minőségű kabátok. Vagy Elvis Vegas időszaka. Igen, Feri egy fehér kabátba virít. Jennifer, jól játszol? Félek, nagyon félek. Az jó nekünk. Nagyon félsz, hogy ki fogsz esni. Igen, mert itt a barátaim dudukkolnak. Tényleg? Tudod, hogy új szabály van, most belelökjük a szökőkútba, aki veszít ma. Igen. Aha, tehát van mitől félni. Már a barátok csapkodják a térdüket, hogy itt nagy izgalom lesz. Figyelj, Jennifer, nem kell félni. Ha fél az ember, akkor elbukik. Jó, mehetünk? Na, akkor 3-2-1, jaj, Jani. Jaj, köszönöm szépen. 3-2-1-fire! Az rossz, ha háttal állok a közönségnek, ugye? Hát, szemből kéne. Megfordulja? Persze. De akkor neked állok háttal. Nem baj. Tetszik nem a kabátom? Nem baj. Ja, nem baj. Nem is hallottam. Várjál azért. Nézd meg, hogy kik vannak veled, egy nagy tapsot adjunk Jennifernek. Aha. Egy stadion tapsot. Kérem szépen, egy stadion tapsot. Jó, és most hallgassuk meg a helyszínt. Imádlak, tudtam, hogy rád számíthatok. Hát természetesen ettől függetlenül jár az ajándékcsomag. Persze. Kitelepülésen vagyunk ilyenkor azért. Kapsz egy ajándékcsomagot. Jó? Szépen. Nagyon ügyes voltál szívem, semmi baj. Köszönöm. Puszilunk. Nagy a bácsi és félelmetes, majd erre fogjuk. Puszilunk, ciao. Na, meg is volt. Gyerekek, intéztettünk sátrat. Mindent a hallgatókért. Azt mondtuk a Polgina, Polgi, sátrat kérünk a hallgatóink felé. És Polgi azt mondta, hogy megoldjuk. Nagyon jó. És itt a sátor. Így van. Most intézik a padlófűtést. Igen. Utána pedig 13. havit mindenkinek. Igen, sok mindent vagy el tudunk. Nem, az majd választások előtt. Ja. Igen, az majd akkor jön. Sok mindent el tudunk intézni. Gyerekek, most néznek minket megint. Igen? Az ablakból. Tiszteletem, erőtegészséget. Jó reggelt kívánunk. Lebontsuk a sátrat, hogy lásson rendesen. Nem, maradhat, jó. Kicsit zajongunk, de csak 10 óráig utána véget ér ez a vircsat itt a téren, és elmegyünk. Igen, mert ugye egy ilyen lakóházakra nézünk. Hát ez most egy szerencsésebb ébredés azoknak, akik mondjuk 8-9-ig tudtak volna aludni, hogy itt felkelnek a mi hangunkra. Akik tegnap éjszakások voltak, nem biztos, hogy annyira örülnek. Végre itt a morning show. Igen. Játsszuk-e, hogy egy lovaskocsi közlekedik az utcán. Nem kell eljátszani. Na, jól van, picit hírezünk újra. Jó, csak előtte még gyorsan egy-két közlekedési információ, hogy küldtek-e valamit a hallgatóink. Küldtek-e valamit a hallgatóink? Azt mondja, hogy
Tök jó, hogy itt vagyok, sajnos éppen dolgozom, sokat magammal a gyárban. Szép napot kívánok nektek és az összes BC dolgozónak, ezt Petra küldte nekünk. Mindenkinek én nektek olyan pálinkát, csak úgysem emlékeznétek rá. Hát próbáltam, rá tudjuk venni. Nem tudjuk, hogy mire nem emlékeznénk. Hát Csepelen... miután fogyasztottunk belőle, valószínűleg nem emlékeznénk. Ja, elfelejtettem. Összeverekedtem valakivel. Csepelen Kőbányán a 151-es buszvonalán az van, ami balieknál, ha rossz a Beni, azaz nincs semmi. Szatyi, köszi. M3-a Szerencs felé történt egy motoros gázolás, alakul a dugó, valamint az M1-esen Budapest felé a 102-es kilométernél a forgalom már torlódik egy baleset miatt. Valamint a második kelet Feketefej utcában rádölt egy nagy fa villanyvezetékre, nem tudom meddig tudja tartani, elég balesetveszélyes. Laci küldte neki. A Szala kérdezi, hogy volt-e kódolatlan felnőtt vonal a szállod, de sajnos nem, pedig ez volt az első kérdése. Hát egyébként... Ja nem, a második, mert megkérdezem, Balázs már megjött, nem, kódolatlan porna van, nem. Igen. Hát ha valahol, akkor Kazinc Barcikán pedig be kellett volna tenni a csomagba. Vagy azért nem mondták, mert annyira természetes. Tényleg, ezt a Kazinc Barcikai kis történetet azért itt majd lenyomozhatjuk, hát mert azért ugye kiderült, hogy Kazinc Barcika miben jár az élen, amikor fölhívtuk a polgármestert, hogy azért Magyarországon belül itt töltik le a legtöbb erotikus tartalmat. Jó, és nem ér kamuzni, hogy én nem nézem. Nem ér. Adjuk ezt, jó? Igen, adjuk ezt, vegye elő mindenki az őszinti bénjét, és mondja el nekem. Nem én, de ő itt mellettem tudni. Na, jövünk vissza mindjárt, jó? 4 perc van pontosan, 7 óra, egy pici hírek, aztán jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM morning show, nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Kazinc Barcikáról, a Rákóczi térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban! Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hol vannak a műsorvezetői? Hát Istenem, hello Feri, hello Jani, hello, drága Kazinc Barcikaiak. Itt vagyunk az esőben, igen, csokkolom ott az első emeleten, a másodikon és mindenhol. Igen, de én szerintem egyébként enyhült. Enyhült a, hogy szokták mondani, az ereje? Esés. Igen, de az neked, esése. Csak igen. Mondom, neked bent enyhült. Ja, tehát, azért, hogy, mert hogy bejöttem. Nem vagy kint. Azt hittem elállt. De közben rájöttem, hogy bejöttem az üveg stúdióba. Hol néznek talán minket. Ezért. Harmadikon már, második, első. Ott egy némi, nehogy baj legyen. Kapjuk el. Na, én most néztem rá a telefonomra, én most nem is tudtam egyébként, hogy ma péntek 13-a van, mondom, ránézek a telefonomra, most látom, május 13 péntek. Bizony. Egyből becsúrantottam, mondom, úristen, nehogy aztán itt valami történik. Nem lesz hazavezetni Pestig. Komolyan mondom. Gyerekek, képzeljétek el, tegnap olyan jót teniszeztem végre, olyan jót találtam a szálloda mellett egy teniszklubot. Annyira jó arcok voltak, meséltem a Jannak is egyébként, a Gömöri teniszklubba játszottam. Igen, tegnap. A szobában, jó fejek a szobában voltak. Még felhaladszodott a sírásom. Így, majd mesélek én is, ugyanis találkoztam azzal az emberrel, aki téged figyelt teniszezés közben. A portás, aki ott ült, unikumozott fejével. Nem, egy Balázs nevezetű fiatalember, aki elmondta gyerekek, hogy azt a szánalmas, soha sehol nem látott technikát, amivel Sebestyén Balázs teniszezik. Ő olyat még nem látott, és volt egy Dömpi nevezetű fiatalember. Itt az első sorban, csak szegénynek el kellett már mennie szerintem. Akinek hát ugye a súlyára hivatkozólag van ez a becenév, hogy Dömpi, tehát hogy egy picit így van neki egy kicsi súlya. De nagyon jó arc volt. De, és azon kívül, hogy jó arc, gyakorlatilag rommá verte Balázs. Bocsánat, szeretném, hogy 6-4-re nyertem a szettet Dömpi ellen. Tényleg. Párosban nagyon csúnyán kikaptunk, Dömpi volt az ellenfelem, rettenetesen elvertek minket. Én nem párosozom, nagyon rettenetesen kikaptunk. Mondta Dömpi, játszunk egyet egy az egyben. Mondom, Dömpikém, a halálomban vagyok, egy szett. 6-4-re. Be kellett, hogy persze. Én máshogy itál, hallottam itál a sztorin. Itt Dömpi az első sorban, csak el kellett mennie már az iskolába. Dömpi, gyere vissza, légy szíves, és mondd el, hogy mennyi lett a vége. Ne, tényleg, nem, a promociós lányaink láttak, jöttek drukkolni. A Zsuzsék ott ültek. De a páros után volt ez a 6-4-es? Még a páros után még 2 órát párosoztunk, és még játszottam egy szettet Dömpivel. Mielőtt nagyon elvertek párosba, és utána jött ez a szánalom, hogy figyelj, engedjük el őket, hallod, menj, menj a holnap kitelepülésért. Ne legyen már ciki. Annyira jó arcok voltak, komolyan mondom, rohadt nagy vérszívás megy, ahogy megfogod a labdát, mi, hogy fogod Dömpi, ne oda Balázs, Jézus, hogy tudod oda jutni, de nagyon, nagyon jó fejek voltak, tényleg, tehát végre tudtam valakit találni. Megint olyan voltam, mint egy ilyen magányos kisfiú, aki lement, és sima utcai ruhában nézte őket, hogy játszanak, amíg meg nem szólítottak, hogy akarsz is játszani. Akartál is játszani, kisfiú? Hát mondom, lehet valaki. Kisgyerek, vonalon belül vagy, menj, picit léces, sportemberek vannak. Takarodj el a pályára. Ott álltam 10 percig a pálya mellett, mint egy szomorú spániel, mondom, nem hiszem, hogy ezt megint át kell élnem, amit Békés Csabát. Szállnom, és végre valaki
mindenki megszánt. Oda jött a Gömöri Sport Egyesület vezetője, mondta, hogy akkor játszunk egyet. De, már hozom is a cuccom, ha nekem előtte, szól. De előtte, hogyha kezelementről van, akkor hallottad volna a párbeszédet. Most hagyjuk mi két szettet nézelődni. Igen, ez volt körülbelül, nézd milyen nyomorult, ott áll egyedül. Nincsenek barátai. Jézusom, hogy csorog a nyála. De kicsit így visszaosztad a labdát nekik, meg ilyenek. Persze, visszagújtottam, a salakot kiütöttem a cipőjéből, megtörögettem a homlokukat. Hadd egy tudod, picit én is. Hadd legyek a barátod. Ne, aztán megszántak. Úgyhogy nagyon, mondom, fél négykor kezdtünk el játszani, és 7 óra, vagy fél nyolckor jöttünk le a pályáról. Úgyhogy óriási volt egyébként, tényleg nagyon helyesek voltak. Szegény Dömpikén pont itt állt, ahol most te, csak szerintem el kellett mennie iskolába. Szegény. Vagy ballag, nem tudom, olyan kis elegánsba volt. Hogy meg húroztatni ment. Ja, mondta, hogy ő húroz. Kis húrozógépe van már, is mondta, hogy Dömpi a legnagyobb húrozó bajnok. Tehát Dömpi a legnagyobb király. Mindent maga csinál. Mindenkinek az ő utójét ő húrozza, mondták, hogy küldjem el, egy nap múlva Dömpi visszaküldje. Nagyon-nagyon jó arcok voltak. Na, azt mondja, hogy gyorsan van egy-két balesetünk, úgyhogy közlekedünk picit, jó? Mielőtt belevágnánk, Kazincbarcikán az Opel szalonnál trafiznak, csak óvatosan. Hát gyerekek. Hát ez hogy van? Már tényleg, már itt is eljövünk ide, és most akkor... bántják a lakosságot, legalább ma hagyjuk őket. Én azt se értem, hogy a Borsodkembe, hogy nincs szabad nap ma, érted, hogy... De nem? De tényleg? Hát milyen világ ez? Hát piros betűs ünnepnek kéne lennie. M3-as bevezető város felé Szerencs utcánál motoros baleset van, emiatt hatalmas a dugó. Lerobbant egy autó a Szent Imre térnél, és baleset van az M1-esen és Budapest felé a 102-es kilométernél. A forgalom már torlódik, ezt Voszi küldte nekünk. Rájuk szóljak, hogy ne beszélgessenek? Akkor helyesen kucognak a lányokat. Hello, lányok! Nem, mert úgy nézett ki oldalra, érted, hogy olvasta a közlekedési híreket, hogy mit tudom, miért nem figyelnek ezek? Kucognak a lányok. Figyelünk, csak nézd, hogy a gyerek lát-e. Hol a gyerek? Itt. Édesem, hello, jó reggel. Saját? Saját, aha. Igen? Nem, vettem a boltba. Mit mellénk szegődött valahol, és azóta kísér bennünket. Hogy hívnak benneteken? Marian. Marian, és a barátnőden? Réka. Réka. Jöttetek megnézni minket? Jöttünk, igen. Né, és milyen? Jó, csak ne esne az eső. Most kaptatok sátrat. Hát kaptatok sátrat. Igaz. Is. Aha. Igen. Lakást kellett volna bérelni itt, és akkor jó lett volna. Mindenki az ablakból nézne. Hát a második emeleten néznek. Mivel foglalkoztok, lányok, egyébként? Borsodkemes. Jaj, de érezte ezt olyan, hogy szabadnapot kellett volna. Főleg én. Ne vedd el a... Te mondtad, Feri. Egy jó mondat volt ma reggel, azt is nézd meg, elveszi. És Szabi, délutánosok vagytok, vagy Szabit kaptatok? Tessék? Délutánosok vagytok, vagy Szabit kaptatok? Egy kicsit késünk. Jó. Lehet ilyet? Nem, de hogy lehet? Itt se vagyunk amúgy. Ó, jó, nehogy baj legyen. Az első Szabia. Igen. Kivettem. Az év első Szabiát. Ilyen munkabániás vagy, hogy májusban veszed ki az év első Szabiát. Szeretek dolgozni. Ez szeretem jó. A munkám. Aztán pláne szerencsés. Üzen a főnöknek. Igen, üzentél a főnöknek. Nagyon szeretem a munkám. Lehetőleg ne tessék minket bántani, de nem, nincs ezzel baj, eljöttetek mennünket megnézni. Itt az első sorban állnak nagyon helyes hölgyek is egyébként. Igen, nagyon helyes hölgy van. Igen, nagyon kis aranyosak. Nem, te vagy a nagyon helyes, hogy bajusszal már ne haragudj. Úgy vár, még egy fiatal ember itt áll veletem, és mind a messiás úgy vár. Igen, még egy kicsit előrébb. Sziasztok! Hello! Sziasztok. Lányok, az idősebb hölgyekre gondoltam itt az első sorban. Jövök, csak itt lepkét mit ment találta? A fiatal ember. Igen, most Balázs már állt a pálinkára, és az idősebb hölgyekre. Csókolom, drágáim, jövök, én már ne ijedjen meg élet. Nem, vártuk. Vedd már elő is. Azt mondja, vártuk, vedd már elő. Mivel várt engem? Vedd már elő a gázprét. Hát, hogy ide jön hozzánk, és aláírja a papírunk, vagy a fényképet. Tessék a Feri tegezni nyugodtan, jó? Te vagyok még olyan öreg, hogy ne tegezhessen. Mindjárt, drágám, megcsináljuk, csak látja, a mikrofon van a kezemben, nem tol. És a másik keze hol van? Hát azt mondja, és a másik keze. Igaza van magának, már csinálom is. Már ma mi a keresztneve, drága? Én Margó vagyok. Margó. Sólyomné Biro Margit. Margó és Margit. Milyen aranyos lett volna, hogy mondják, Margókám, vedd már elő, mit? Az tényleg, ahogy Janis mondja, az 5001-es Defenol, hogy fújna arcon ezt a rakkal. Nálad van a viperál. Margó, és ki a másik hölgyünk? Margó, hogy hívják, Feri? Mit csinálsz közben? Elkeveredtél. Itt vagyok. Hogy mi a keresztneve, drága? Gabi. Gabi és Margó, akik itt állnak. Adja már ide az esernyőt, majd én tartom. Na. Jó, ide állok, mert akkor látja magát a Balázs. Szóval hogy állunk ezzel a kazincbarcikai felnőtt tartalommal, Margó? Hm? Hogy is van ez, hogy kazincbarcikán nézik a legtöbb felnőtt tartalmat? Ugye nem tudom, emlékeznek-e az itt állók nem arra a kutatásra? Nem tudom, nekünk nincs tévénk. Aha. Tévés? De internet van. Az van. Na, mert azon nézik, drágám, csak azért.
De nagyon ritkán hallani ilyet, hogy nincs tévé, tényleg? Tehát effektíve a lakásban nincsen tévé? De, hogy nem minden helyiségben. Na azért mondom, meglepődtem volna. Szóval kiderült a kutatásból, ugye, hogy Kacincbarcikán megnézték, hogy Magyarországon belül hol fogyasszák a legtöbb, hát hogy is olyan felnőtt tartalmat. Igen. És kiderült, hogy a barcikaiaknál töltik le a legtöbb online tartalmat. Azért ez egy érdekes dolog. Mi azt hittük, hogy ez meg kellemetlenül fogja érinteni a kacincbarcikaiakat, felhívtuk a polgármesterről, és aztán kiderült, hogy ők ezt büszkén vállalják. Ez büszkén vállalják. És jól is teszik. Vállalj. Margókám. Megy a szélesem. Hát van, amikor nézünk. Én tudtam, hogy Margó jó lett. De mikor, amikor az ura dolgozik, vagy nincs otthon, elmegy horgászni, akkor vagy közösen? Az unokát. Közösen csak. Közösen nézik. Nagyon jó. Margó a párjával? Komolyan? Igen. Nagyon helyes. Párja horgászik egyébként? Nem. Mit, valami olyan hangzott volna el, hogy amikor nem megy el horgászni, akkor úgy értettem. Nem horgászunk. Nem. Mérünk rá horgászni, tudod, a pornó miatt. És a Szulejmán előtt vagy után tetszenek nézni. Meleg. Vagy helyett. Jézus, vagy helyett. De jó, na végre. Nem valahogy megy a Szulejmán, nem tetszik nézni a Szulejmán, Margokám? Szoktuk nézni, igen, szoktuk. Már annak is van egyébként olyan verziója, csak mondom, igen? Amikor Hürrem ledobja a göncöt. Igen, a Szűjjémán című. Igen, Szűjjémán. Igen, a főszerepe üvei. Igen. Az a jó, hogy senkiből nem látok semmit, csak esernyőket. Aha. Tehát fel itt egy ilyen esernyő halmaz veszik. Egy megmozgatom, ez vagyok én, a színes. Színjátszó, igen. Amikor a Forma 1-es pilóták között így állnak a grid görlök, és nem látod őket, annyi napernyő van. Tehát Ferit így kell. Ferit így kell. Vannak egyáltalán? Velünk, hogy tartsa az esernyő. Látja, ezért jöttem. Valami hasznom nekem is legyen. Csinos a Feri élőbe, Gabikám? Csinos? Nagyon csinos, és magas itt a törpékhez képest. De a jobbok keveset adnak, azt szokták mondani. Igen, magas a mi Ferink. Na, hol van a Polgi? Beszéljünk vele akkor két mondatot gyorsan. Hát olyan kedves volt ő is hozzánk. Nagyon, egy rakás ajándékot hozott nekünk, innen kis kerámiákat. Volt köztük olyan is, amit így hirtelen nem tudtunk értelmezni. Aztán elmondta, hogy ezek a kis kerámiák arra valók, hogy reggel meg este egy-egy stampedlit fogyasztanul az ember, hogy egyrészt felvezesse, másrészt meg levezesse a napot. És mindegyikünkön az mindegyik poárra rá kerámiáztak. Igen, elmondta, hogy melyikünk van, és nem már. Igen, hogy beazonosítani. Az én arcomban csak a homlokom van, mert az arcom nem fért rám. Megjött a polgármester, Szitka Péter. Hello Péter, jó reggel! Jó reggel! Hello! Jó reggelt kívánok Péter nektek! Hát, te olyan jól tartotok nézd bennünket. Nézd meg, megtapsolják, mi van veletek? Sőt, még mindig csak hoztunk ajándékot, amit majd szeretnénk nektek. Ne csináljátok, már így is annyi mindent hoztatok. Ezt szeretnénk titeket. Figyelj, téged itt szeretnek. Igen. A kacincbarcikaiak ilyenek egyébként. Azt mondja, igen, és szerény is vagy. Hát előbb hallottátok. Láttátok azt a pillangót, hogy mekkora volt? Én nem láttam pillangót. Mekkora volt, mint a tenyerem. Tényleg? Akkor gondold el a többit. Így már értem, hogy miért kedvelnek. És ez egyfajta elvárás a polgármesterrel szemben, hogy amikor a polgármester megjelenik valahol, akkor meg kell tapsolni a helyieknek? Ez. Nem, ez szívből jött. Szerintem igen. Meg titeket szeretnek egyébként. De nézzétek, hogy miattatok jöttek. Igen, nagyon jelesek, hogy még sátrat is hoztatok. Azt hittük, hogy búcsú tapsa választások előtt. Most még nevetgél. Messze van az még. Hát még. A morningshow-t is ide hoztam. Mi kell még? Mit tudok még elhozni? Milyen ajcsit hoztatok? Tényleg nem azért kérdezem, csak én mindennek örülök. Azt mondja, ugye hoztunk pólót, kabátot. Én már használom is az. Nagyon helyesek vagytok. Szeretitek a focit? Igen? Hoztunk nektek ilyen, hogyha egy kicsit unat. Rádióban valaki mondta. Aranyos vagy. Hogyha esetleg szeretnétek csocsózni, szeretnék a csocsózni. De jó, mini csocser. Ne. Ez nagyon jó. Olyan mini csocsó, amit tudtok itt is játszani. Azt a mindenét. Megörülök. Nagy, hogy a helyi foci csapatnak a mezével névre szólóan. Hát csak akkor várj egy mikrofon tegyünk el. Jó. Hanyad osztályban vagyunk most? Harmadban vagyunk. Majd jövünk föl, mint a talajvíz. Igyekszünk. Helyes. Ha harmad osztályban vagytok, akkor már érik egy stadion, úgyhogy... Gyúrunk rá. Ne. Igen. Biztos vannak azok, akik hallgatják. Miért? Átmész egy ide is. Átmész egy másik pártba. Egy stadion érni. Jó, tényleg. Ismerve az erőviszonyokat, ti most nem kaptok stadiont. Nem kapsz te semmit, nem lesz stadion. Most nem lesz stadion, csak ha át nem startolsz a másik oldalra. De a pólókon tényleg rajta van a nevünk. Mind itt van, Jani 2016 szertáros.
Én mi lehetek, Gyúró? Balázs Gyúró, igen. Balázs Gyúró 2016, igen. És kis sárga mezzel, nagyon helyesek vagytok. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Én labdaszedő gondolom. Úgyhogy még helyi pálinka. Nagyon komolyan mondom, hogy cikik vagytok. És ez az, amit szerettek szerint. Komolyan. Én ide költözöm, és rád rakom az X-et. Hát de. Én meg az XXX-et. Ne már. És mindenkinek hoztatok egyet. De nagyon. Jó fejek vagytok. A kerámikus művészt hogy hívják? Lalák Angelika. Angelika, annak köszönjük szépen. Ugye, nagyon, milyen szép? Nagyon, egy kicsi apók és tampós poharakra ő megformázott bennünket, és megcsinált. Igen. Nagyon, nagyon helyes. És van vagytok. Éjszakai és van nappali, hogy meg tudjátok különböző. Ez egy, helyi, ez egy helyi szokás? Tehát, hogy így reggel egy fél deci, a nappalok és az éjszakák. Meg pornó. Hát igen, igen. Ti tudtátok ezt a kutatást, vagy tőlünk tudtátok meg, amikor fölhívtunk benneteket, hogy milyen jól végzett a város egyébként? Nem, ennek már van hagyománya nálunk, tehát mondom már, hogy 5-6 éve folyamatosan. Nagyon jó, 5-6 éve ti vagytok a legnagyobb online letöltők. Csak ugye az ember azon gondolkozni, hogy mikor rukkol ezzel elő, tehát hogy, meg hogy szabad-e ezzel előrukkolni, és hát itt ugye most itt a jelenlévők is, ahogy mosolyognak, hát ugye az emberek azért büszkék. Most is esik az eső, tehát jó, nyilván most titeket hallgatnak, de hát... De, hát de közben mehet, közben. Hát az nem, nincs összefüggés, hogy rádiót hallgat. Hát akkor itt csak bemondott, hogy széles sávot mindenkinek, és megvagy. Nem, de tulajdonképpen itt nem kell nagyon nagyot ígérni igazából. Tehát ezt mindenhol bevezetitek az internetet, és mindenkinek jó lesz. Ahol mielőtt, még nincs. Mielőtt a politikai pályára léptél, be kellett zárnod a pipsót. Az egy német a sajátod? Sajnos, igen. Igen. Nem, azt mondja, hogy a feleségem nevén megy tovább. Úgy szokott ez lenni. A Marika pipsó. Marika pipsó. Péter, olyan szép a temetőtök, komolyan mondom, nem tud elintézni, hogy... Egyre bizarabb. Gyerekek, nem láttam még, komolyan mondom, nem láttam még ilyen szép temetőt. Ott a nap, ott a domb oldalában, ahogy jöttem, tegnap még sütött a nap, hát az elképesztően gyönyörű, itt a fenyves között, tényleg, ez a temetőt mindig szorongva. Van még azért más is, ami szép, tehát hogy jó, azért majd, hogy menjünk körbe, azért van. Jó, hát hölgyek, ez volt az első benyomásom, hogy gyerekek, ha lehet választani, akkor én engem ide hozzatok. Gyönyörű, komolyan mondom, gyönyörű, hát megtelt. Tudsz neki egy fél helyet intézni legalább? Ez olyan morbid meg. Nem, tök jó. Nem, hogy ebből a legjobb humor csinálni. Balázs, szeretettel várunk, ha eljön a pillanat. Ennyi. Abszolút, valami kis ott egy fenyő alá valahol. Most visszamegyek a hivatalba, az lesz az első, hogy kijelöljük azt a parcellát. De csak ez akkor morbid, nem? Nagyon súlyos, igen. Valahol. Tehát azért addig még csak jöttök. Valahogy erre most ráfizeti. Jött autóval, és akkor hiába látta a táblát a kapun, hogy sold out. Janival utaztam másfél órát. Csoda, hogy tetszik egy temetőjét. Igen, hogy oda vágysz. Csoda, hogy oda vágyom. Na jó van, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Mondjad, Péter? Hogy tetszik Kazincbarcik, arról még nem beszéltetek, úgy nagy általánosság. Figyelj, én azon kívül, hogy rengeteget ingáztam, mert nem találtam meg a hotelt, és a körforgalom és a Mátyás király út másik végét, 25-ször megtettem, mert nem találtam meg, illetve láttam a temetőt és a teniszklubot, még más nem tudtam megnézni, mert beestem, átöltöztem, és sötétedésig játszottam. Elmondom, hogy miért nem tetszik neki, mert a turnénk első és eddig egyetlen olyan állomása volt, ahol tudott teniszezni, tehát szerintem első helyen vagytok. Igen, de az ide vezető út az gyönyörű. Tehát, hogy Miskolcról jössz át, az valami elképesztő. Én nem jártam még így, ezt az utat nem jártam, mert nagyon szép. Nagyon csoda szép kisváros. Nagyon szép kisváros, egyébként hangulatos itt a hegyek között. Igen. Szerintem én töltöttem a legtöbb időt Kazincbarcika utcáin az elmúlt napokban, de mert semmi más nem láttam, csak a vazét. Megkerestem a hotelt. Ő az állomástól egyébként besétált. Volt ilyen bátor. Igen. Mindenki azt gondolja, igen, az ilyen városok közül, hogy mi meg tudjuk nézni. Én mondjuk este érkeztem, tehát már sehova nem mész, Jani ugye gyalog, Balázs teniszezett, úgyhogy sok benyomás még nincs, de itt maradunk este 8-ig. De az emberek nagyon helyesek. De komolyan mondom, kedvesek, barátságosak, tehát ilyen szívélyesek, nagyon helyesek. A pincértől kezdve a teniszklubon, mert tök baromi helyes mindenki, tényleg. Nem. Jó, állítsd le magad, légy szóval. Te most már ez már nekünk kellemetlen, tényleg. A nők. Légy szóval, most már tényleg egy kezeltetés azért nem álltam, mert ez a fajta függőség, érted? Ez a Michael Douglasnek se jött ki a házasságában. Igen, láttunk egy-két helyes asszonkát, ha lehet így mondani. Igen. Péter, drágák vagytok, köszönjük nagyon nektek szépen, még köszönöm egyszer. Nagyon cukik vagytok, köszönjük. Nagyon helyesek vagytok. Használjátok egészséggel. És hát visszavárunk titeket, amikor csak lehet, jó? Jó, írjatok levelet is az NMAH-nak, jó? Hogy jó, hogy megosztjuk meg a frekvenciát, és akkor visszajövünk. Most nem állunk jól ebben a beszélgetésben. Nem állunk túlságosan jól, ahogy tegnap olvastam, hogy megint megbüntettek, nem állunk jól a kutyafáját, nem állunk jól. Nem lesz csúnya világ. Hát, ha még majd én írok nekik levelet, akkor hogy fogtok állni, akkor szerintem. Igen, viszont azt kérdik, hogy ne írj. Igen, gyerekek, írt a Szitka Péter. Még 3 milliót a Morning Show-ra azonnal, most büntessük meg őket. Csak nehogy rendre utasítson majd Kövér László. Szitka úr, üljön már le, legyen szíves. Igen, vettük az adást. Állítsok már le valaki!
Vagy a mi van. Péter, csokkoltatunk, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük mindent. Helyesek vagytok, hogy ilyen kedvesen fogadtok bennünket. Nagyon jó fej a polgitok, komolyan mondom. De nézd meg, és ahogy bejött, akkor is taps, ahogy kimegy, akkor is. Hihetetlen. Még integetni se kell, hogy tapsoljál már, mégiscsak. Jó fej a Pál lesz, mester úr, most jó? Most nézem, virgos körte, pálinka. Nagyon jó néz ki. Mert nem vezetnék, még komolyan azt is mondanám, hogy egy stampóval azért úgy kicsit ide kony mögé, nem? Egy picit tegyünk be, de hát nem lehet természetesen. Na jól van, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán jövünk a Mit mond Dóra játékunkkal. Őrület lesz, komolyan őrület lesz. Úgyhogy nem sokára ezt lejátszok, illetve a két játékunk is még hátra van. És ha minden igaz, akkor 8 után pedig hívjuk Fredit, aki itt van az Eurovízión. Holnap lép színpadra a mi Fredink. És rácsörgünk egy röpke kis hangulatjelentés erejéig, hogy mondja el, hogy milyen az Eurovízió. Azt hiszem Stockholmban van, éppen Stockholmban van. Stockholm. És hát Justin Timberlake is fellép. Az Jézus már, ez a karrierje vége, ha már ő egy Eurovízión fellép. Mert igen, azért, hogy ott nincsenek nagy nevek, csak ki... Detroitban. De hogy ennek semmi köze kettő. Én követem Instán, és most láttam, hogy még Kámban van egyébként. Tehát, hogy azért... De Justin Timberlake-et követed az Instagramon? Ha, valamiért nagyon beragadt neki ez a sztor, igen. Ő egy tehetséges srác. Nagyon jó zenét csinál, meg szerintem egyébként... Igen, van egy-két olyan jó filmje, amiben annyira jó, hogy tátszik, hogy az valami elképesztő. Házi pálinkák, temetők és Justin Timberlake. Ez a három. 2016 Balázs. Értsd meg, kiszámíthatatlan vagyok. Sose elhagyott boltok. Sose fogsz igazán kiismerni. Hát nem lehet. 7:30 pontosan, jövünk a hírek után. Vatonatúj Justin Timberlake! Jézusom, fantasztikus volt tényleg! Mit csatta nóta? Én nem tudom, ki van vele. Én azt a Balázs sokkal jobban kedveltem, aki a Guns N' Roses régi dicsőségéről áradozik órákon keresztül. Ez a mostani, akinek jár a térde egy új Justin Timberlake számra, ez egy picit egy más nekem. Én a You Could Be Mine-tól is beindulok, meg a Paradise City-től is, de közben Justin Timberlake-et is kedvelem, tök más. Mm-hmm. Kicsit Jacksonos, jól táncol, jól énekel, de tehetséges fiú. Ezzel mutatja, kicsit, hogy mennyiféle oldala van, látod? Szeretned, vagy azt szeretned, egy kicsit ezt is hallgatsz, kicsit azt is hallgatsz, közben még Jackot is hallgatok, érted, és Zizi Labort is nagyon szeretem. Igen, persze, hogy hívják, igen. Wow, Axel az Justin Timberlake és a Janicsák, igen, ők a legnagyobb kedvencei. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva, köszi Vali, ezt a jó kis Justin számot látod, már jobb kedvem is, tehát Eni küldte. Köszöntelek benneteket, Barcikán, 6 és fél éves kisfiam, aki rajongotok, most megkérdezte, anya, akkor a Balázsék a rádióban vannak, vagy a Rákóczi téren? Próbáltam Benedeknek elmagyarázni, de nem hiszem, hogy megértette, úgyhogy ha esik, ha fúj, a kislányom is felkelt, így meglátogatunk benneteket az egész családdal. Nehéz dolog ez, igen, hogy tényleg nem otthon, itten, és mégis szól, mindenütt, nem megy el. Elintéztem, hogy 8 órára eláll az eső. Hogy nézzél a hátad mögé? Nem intéztem el. Úristen, rosszul néz az ott ki. Úristen, arra megy. Higgyétek el, arra megy. Jusson eszetekbe, Bali, hogy 8 órakor azt ígérte, az eső eláll. Jó, csak úgy jusson eszetekbe. Jó, és amikor, csak neked nem fog majd eszébe jutni. Mondtam, amikor 8-kor még szakad, és ezt megkérdezitek, hogy Bali mi van, jó, igen, akkor majd szóljatok neki, hogy... Na ki jött a legmesszebbről? Játsszuk ezt a kártyát itt is. Ki az, aki 3 napja van úton, nem evett, nem ivott, egy padon aludt 8,5 órát, és komolyan mondom, egy hete már utazik csak, hogy itt legyen Barcikán. Mesélj, honnan? Barcikáról. Az mondjuk messze. Na, messze. Jó reggelt. Jó, várjál, jövök. Hello, ciao. Még mondani akar, honnan? Tessék. Na. Én nem Ügyről jöttem. Hát segíts egy kicsit. Az 50 kilométerre van Miskolc. Hát Miskolc 25, de ne, ne viccelsz, az én ördög szekérben legurulom a Ferivel konkrétan. Tehát, hát, már úgy jöttünk Csabáról. Csabáról átgurultunk ördög szekérben. Mondjuk ebből azért egy ilyen 3-4 métert megnézni. Ahogy Ferivel ördög szekérben gurulunk. Az Manchester. Igen. Az? Igen. Oh, yeah. Az, yes. Az, nem, mondani az, az messze. Az nem. Vas megye? Nem, mondani akartam, hogy London, ha Londonban jöttél volna, azt mondtam volna rá, hogy a 6. legnagyobb magyar város. Mert egyébként tényleg így van. Tehát London már így hívják, hogy a 6. legnagyobb magyar város. Annyi magyar van kint. Manchesterből nem, ma jöttem, de... És mit csinálsz Manchesterben? Most, hogy őszintén megmondom, most egy hete költöztünk haza, úgyhogy... Hazajöttél? Mennyit voltál kint? 7 évet. Azt, és mit csináltál?
dolgoztam. De drága vagy, azt én értem, persze, mindenki azért megy ki egyébként. És miért jöttél haza? Hát aki kimegy át, megtalálja a számítását. Főleg ennyi év után már azt mondják, hogy akkor már nagyobb esélye tud az ember ott boldogulni. Már született egy kisfiunk, és... De jó! A család az nagyon fontos, úgyhogy... De helyes vagy. Majdnem kérdezzük, hogy pont most, amikor a padlón van a font. Nézzél, angol állampolgárság, érted? Minden megkapja. Azt nem kapott. Júniusban úgy is szavaznak, aztán ha nem teljesen normálisak, akkor még az is lehet, hogy jön a Brexit, kilépnek, és akkor annak mindenki megissza a levét. És milyen kint? Jobb egyébként? Mert nagyon sokan mennek ki. 6 vagy 700 ezer magyar van kint. Hát most teljesen Angliában érzem magam, de... Ugye? Ez most de igen. Annyi napfény, mint itt van, hát Angliában az egész évben nincs, úgyhogy... Hát ott nincs túl jó idő. Nincs túl jó idő. És úgy befogadnak barátságosok, mert azt lehet hallani, hogy az ember kim van évekig, de valahogy az angolok annyira zártak, hogy igazából soha nem úgy néznek rád, mint akit elfogadnak, vagy befogadnak. Azt lehet érezni? Hát lehet. Lehet, ugye? Igen. Na jól van. Örülünk, hogy itthon vagy. Egyelőre te nyertél, hát Manchester nem tudjuk üdvözlődni. Hát nem. Ország határain belül esetleg valaki, aki egy padon aludt. Te honnan jöttél? Barcikáról. Ő lesz a stabil bemondó Barcikával. Óriási. Beszéltem én innen a ház végéből. De bátor kirándulás, ki drágám. Ki jött a legközelebbről? Hölgy itt, igen. Itt. Csajószentpéterről. Csókolom. És milyenek vagyunk élőben, jó? Jó, király. Igen. Látjuk magukat. János egy kicsi sovánkább, nem? Én most eljöttem, én Csajószentpéter mellett jöttem el. Igen, hát ott van Miskolc. Igen. Péntek 13, valami, félünk hát, tőle? Szerencsénk lesz. Szerencse? Hát igen. Hát, meg esik az eső, mi? Nem. Hát, én nekem soha nem történt semmi egyébként péntek 13-án, tehát én ezt valahogy nem érzem, nem hát, volt soha. Babona, így van. Ez így a babona, van. Igen. Hát mindig ugyanaz volt, mindig kórházba voltál. De valaki ilyen. Hiszel benne vagy, hogy tetszik benne hinni, ha már péntek 13 vagy valami lehet esetleg? Hát annyira nem. Ugye, hogy ez nem, az ember, ha bevonza, akkor egyébként nem is, van. Nem is kell. Nem szabad bevonzani a bajt, sose. De nem ám. Ez jó volt a hangodból, azért úgy lehetett érezni a dübörgő optimizmust. Nem szabad bevonni. Hölgy ott melletted a másik oldalon, péntek 13, nem? Semmi? Nem félünk tőle? Nem? Egyáltalán. Ugye, hogy nem kell nagyon. Fiatal ember mögötted honnan jött? Kérdezd meg. Barcikáról? Azért gyerekek, itt látom, élet van, tehát reggel 7:30-tól egy-egy jó... Egy búcsúra megyünk. Komolyan! Ne csinálj azt a mindenségét! Te vagy az a süveg! Gyere velem, gyere, mert ezt nem hagyhatjuk. Gyere ide előre, bocsánat. Csak mondjuk, hogy lapos üveg, söröcske, minden van. Figyelj csak, most még könnyebb azt mondani, hogy nem, mint az oltálerő. Még van egy hét. Ó, Istenem. Egy hétig folyamatos a legény búcsúztak minden nem, nap. Nem, csak három nagy napig. Baj. Három napig. Ma kezdődött, most reggel? Hát most igen. És elengedett ez a jó asszony három napra? Atya Isten. Akit nem engednek el ilyen helyre, az ne házasodjon. Három nap az erős. Szóval, miért lenne? Hát azért az kevesen annyi engedi. Annyi kell. És mi a program már, amit tudhatunk? Hát én nem tudok semmit, úgyhogy... Így is fogsz hazamenni, nem emlékszem semmire. Ilyen drága szerelmem, semmire nem emlékszem. Itt van a haverja, honnan jöttél? Barcikáról. Mi a program? Na, hát most azt elmondom, akkor nem lenne meglepetés. Ja tényleg, fogd a füled kicsit. Egyet legalább. Egerbe megyünk, ennyi. Aha. Persze, megnézzük az egri várat, igen. Lemegyünk a kazamatákba. Olyan jó lesz, úgy várom. Sétálunk már. Egyet utána. Pontosan. Megkoszorozunk Gárdonyi sírját. Azért iszunk reggeltől. És lesz olyan, amit utána nem lenne jól kiderülne? Csak ennyit áruljál, hogy lesznek olyan részek, amikor is csúnya, ronda, elhízott lányok érkeznek, és mindenféle ronda dolgokat ma csinálnak. Ma este kb. De jó, szegény feleség. És dokumentáltok mindent, ugye? Nagy felbontásban. Nem már! Legyen már egy kis videó. És a főleg egy röhögő szája, persze. Istenem, jöjjenek! Végignézzük, azt kitörőjük, mint a másnaposokban. Nem. Ezeket nem szabad letörölni. Hogy hívják a nagyon naív, nagyon aranyos, blendő feleségedet? Nikola. És ő mit csinál most? Fodrász. Nem úgy értem, hova ment erre a három napra? Tehát elvonult valamilyen... Nem, hát ők is lánybúcsú. És már alig várjuk a fiúkat. Azt a minden. Nikola, ha hallasz, akkor írd meg nekünk, hogy milyenek... Nikola, az nem férfi? Nikola. Nikola, igen. Nikola, írd meg nekünk, hogy milyenek voltak a csípendél. Annyira kikészítették a csípendéles fiúk tegnap. Igen. Alszik negyed magával. Nem, ők holnap mennek. Holnap mennek? Csúnya dolgokat csinálnak ők is? Nem tudom. Ilyenkor megdumáljátok, hogy erről nem fogtok beszélni? Tehát a Nikolával? Senki nem mond semmit a másiknak? Nem csinál senki semmi rosszat. Csak csupa jó dolgok. Az mindig úgy van. Ez a beszél. Ennyi. Na jó van, hát sok boldogságot nektek. Köszi. Jó? Mióta vagytok együtt?
3 éve. Akkor még van esélyetek arra, hogy boldogok legyetek. Jó, 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 abszolút. Most azt mondom, hogy már 8-10 év, és utána jön az eskü, akkor mondom, hát jó, az akkor annyi. De egy 3 év után még azért van. Már benne vagyunk a korba. Persze, az hány éves? Mennyi vagy? 29. Jézus, várjál, Isten, meg aggasztját! Tegnap ünnepeltem Feri, vagy tegnap előtt az 53. születésnapját. Milyen hát szép képest... volt, látod? 56. 56, bocsánat, az mindig 59. Tudod, hogy mindig jövök egy kicsit igen, lefele, hogy nem mondjam ki a valós kort. És évente van neki Ferinek 5. De ki? Játszani? Nem. Hát miért? Hát játszik majd este azokkal a lányokkal. Jönnek majd este azok a laza erkölcsű lányok, aztán majd azzal játszunk. Egy legény búcsús, legyen egy legény búcsús játék? Hm? Na, szeretnél? Persze, majd ő. Igen? Majd az áldozat. Egy mit mondórát játszol aha velünk, akarsz? Most még. Mondjuk te nagyon keményen tolod az ő szekerét, mert ő szegény nem akar egy szót sem mondani. Hát ilyen egy igazi barát. Védem őt. Igen. Játsszál már. Hol lesz az esküvő? Az a Rózia Hotel. Jaj, nem ezt gondoltam, hanem, hogy Balcsikán. Nagy dínom dánom, mulatság. Sokan jönnek? Lesz, hát 100 fő. Atya Isten, ott hát valakivel úgyis összeveresz. A molett fő, és nem mindenkit ismerünk. De a molett lányokat, meg a csipendél fiúkat ismerni fogják. Őket hívjátok meg mindenképpen, hogy jó legyen a buli, igen. Jól van, srácok, sok boldogságot, közben már megvan a játékosunk, úgyhogy nem tudtak játszani. Érezzétek jól magatokat, jó? Vidám legény búcsút. Csak olyat, ami így van. Megengedett. Ésszel, gyerekek, ésszel. És egyetek is, ne csak igyatok. Hogy felszívódjon. Na játsszuk már is a kérdés, mit mond Dóra. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, hello! Sziasztok! Hello, szia Balázs! Hello, hogy hívnánk? Marci vagyok. Marci, mi újság? Jól vagytok? Minden oké? Okay? Igen, köszönjük szépen. Egész korán itt voltatok, azt látom, hogy igen, ugye? Igen. Itt vagytok a kezdetektől. És nem mentél egyedül jönni, vagy? Te ki vagy? Érje vagyok. A segítség. Jó, mondjuk nem irigyellek, mert mi már Marcsival találkoztunk az előbb, tehát ott úgy kellett vigyázva állni, azt mondja, állj a Balázs mellé, mert olyan fényképet akarok, hogy hárma. Mondom, értem főnök, azt mondja, otthon is ilyen? Ilyen, persze. Marci tisztalmazom. Nagyon kemény. Igen. Igen, mondjuk akkor lett volna baj, hogy azt mondja, állj a Balázs! Rólad egy csomó kép van, Balázsról akarok most csinálni. Nem, az jó, de őszinte, igen, mondj el. Marci megkérdezte, emlékszel rá? Mondom, nem. Találkoztunk egyszer valamikor egy repülőtéren. Á, mondom, oké, okay. Akkor így már igen. Igen. Milyen repülőtér volt? Ferihegyen. Jól van. Együtt utazgatunk nyaralni, ezt nem emlékszünk Marcira? Nem egy irányba mentünk. Ja. Voltak ott még pár ezeren. Igen. Ki Frankfurtba, ki Stockholmba. Ez a tipikus, ugye, hogy te nyilván fölismered, meg megjegyzed. Ja, hát ez viszont nincs mindig így. Na, azt mondja, hogy mit szeretné. Már csak egy van, szólásmondásunk maradt már csak. Jó lesz? Nem tudsz nagyon mást választani. Okay. Jó, figyelj, mutatjuk, így szól. Kos a drágám si lóboly. Sokkal. Ajajajajajaj. Kos, ugye ez a vége, tehát ez az eleje, vagyis ez a vége, és a lóboly az az eleje. Jóból is megállt a sok! Ki voltál? Jó, hát valaki bekiabált egy barát. Barát, igen. Tényleg? Egy családi barát beüvöltötte a megoldást? Igen. Jött mindenki a segítséget. Tied a bögre, haver! Nem, az egy... Bocs. Jól van, Marcsi, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Jóból is megártasok, ez volt. A gyerekek, hát trenírozták magukat a hallgatóink, már minden megfejtenek. Átállt a játékra az agyuk. És van még egy wellness hétvégén. Így van, egy 2 éjszakás wellness pihenés, 2 személy részére félpanziós ellátással wellness használta Észak-Magyarország egyik legkedveltebb fürdővárosában, Zsóri fürdőn, a 4 csillagos Balneo Hotelben, az Accent Hotels jó voltából. Gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen érezzétek jól magatokat. Jó mulatást, köszönjük szépen, ciao, sziasztok, hello. 5 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után, meghallgatjuk Freddy Eurovíziós dalát, ezt még nem játsszuk, de most megmutatjuk, már a múltkor egyébként belehallgattunk, most leadjuk az egészet, egy kicsit lassabb dal, de kivételesen ez most belefér. Aztán rácsörgünk, hogy milyen Stockholm, hogy érzi magát, mesélj egy kicsit nekünk az Eurovízióról. Jó, úgyhogy Freddyvel folytatjuk a hírek után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Mai állomáson. Ahogy már 7 éve, minden tavasszal, idén is útra keltünk. Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben.
élőben Kazinc Barcikáról, a Rákóczi térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága Kazinc Barcikaiak, ma zárjuk a turnét. Életemben ennyire nem örültem még tapsnak, tudod miért? Na. Mert akkor az mind a két kezük szabad, nem kell fogni az esernyőt, és kinek lett igaza? Mit mondtam? Hogy 8 órára eláll. Megbeszéltem a faterommal, hát most mit csinálják? Fölnéztem, és azt mondtam, apa, léci. Itt emberek vannak. Kijöttek egy kitelepülésre. Apa, legyél már egy kicsit engedékenyebb. És azt mondta, jól van gyermekem, elállítom az esőt, hogy a Kazinc Barcikaiak jól érezzék magukat. Ne toljuk túl a szekerét a Balázsnak. 8 óra, nullakor állt el az eső. Tehát, aha. De most komolyan, kérdezzük meg a Barcikot. Kérdezzük meg. Na, hány órakor állt el? Az eső? 8 órakor. Bocsánat, elnézést. Te nyaller, te. Ennyi volt, 8 órakor. Igazából arról van, hogy Szitka Péter polgármester úrnak messzire ér a keze. Nem, az én fateromot, jó fej, odafön. Na, drága Kazinc Barcikaiak, igen, szóval ez volt a Freddy dal. Fölhívjuk Fredit, komolyan ő lökött ki minket, érted? Egyébként meg igen, ja, nem van, értem, tényleg, hogy ezt mit toljátok a szekerét. Ott volt a mi kis hunadalunk, érted? Aztán jött ez a Freddy gyerek, kilökött minket, érted? Kimegy ezzel a dallal, ami pedig jó dal, és ezért nem vagyunk mi ott az Eurovíziónak a döntőjében. Most mi is ott lehetnénk Stockholmon, Justin Timberlake szobája mellett, érted? Jézusom, ez annyira beragva. Trollkodhatnánk, hogy beraknánk neki egy ilyen cipőtisztítót, úgy, amikor kinyitja az ajtót, ráesik a cipőtisztító. Biztos, hogy csinálnánk ilyeneket. Nem valószínű egyébként, ha egy szállodában lennénk. Biztos, hogy valahogy megmokolnánk. Szerintem nem ugyanaz a költségvetés a föllépők szobája és Justinnál. Valószínűleg nem. Justin is ismere, oda repül a magángépével, fellép az Eurovízión, és este már egyébként megy, nem tudom, Vegasba. Mit csinál egy amerikai fellépő az Eurovízión? Hát ezt én már tavaly Ausztráliát se értettem. És tavaly idén is lesznek, igen, ilyen tiszteletbeli vendégekként. Nem tudjátok, mi van? Szerintem az van, hogy az Eurovíziót egyébként ugye baromi sokan nézik, és elkezdték ezt így okosan kiterjeszteni. Most már föllépnek majd az amerikaiak is, jönnek a kínaiak is. De nem lehet az egész Eurovízió. Igen, de az egész Eurovízió, ez kezd egy ilyen globális, nagy, ilyen Super Bowl döntőhöz hasonlító eseményé válni. Ne szaladjunk előre. X 100 millióan nézik, de egyébként baromi sokan nézik, és az amcsik rájöttek, hogy meg kell jelenni. Tehát nem hagyhatjuk, hogy Európának legyen egy ilyen Eurovíziós dala. Ha minden igaz, akkor jövőre Justin most melegít, és jövőre már hát ők is indulnak. Ugye? Ők is indulnak. Igen, tehát már egy vendég fellépőjük indul majd el az Eurovízión. Ezt is elveszik tőlünk. Rohadt Amerikában. Lecsaptak szerintem, rájöttek, hogy brutális nézettsége van, meg egy gicsparádi az egész egyébként. És hát nem is túl jó dalokkal szerintem, de ilyen tipikus, klasszikus eurovíziós dalokkal. Ez a nagy összefogós történet. Azért bejönnek a kínaiak, meg az amerikaiak, azért az még pár százmillió néző azért az becsatlakozik. Igen, ugye magukra nem tudnak szavazni, az viszont jó. Hát mindig Kína nyerné, gondolod. Most kezdjünk el nagyon jó kapcsolatot építeni Kínával, mert akkor viszont végre nyerhetünk. Mit adhatunk mi a kínaiaknak, ugye? De akkor kire számítanak? A tibeti szavazatokra? Nem erős az sem. Na, gyorsan egy-két SMS mielőtt felhívnánk Fredit, bocs, srácok, imádlak benneteket, de a rossz idő miatt inkább nézek egy kis pornót. Köszönjük szépen, mert ugye Kazinc Barcikán tudjuk, hogy mi a legerősebb. A házban nem hallunk titeket rendesen, egy kis hangerőt kérünk, köszönjük, szeretünk benneteket. Igen. Mondjuk halkak vagyunk, tényleg. Így van, de ez egy ózdi ház. Igen, azt nem tudjuk megoldani. Meddig lesznek, Barcikán, várjatok meg minket a lányommal, Edelényből a 9 órás busszal megyünk hozzátok. Mennyi, hány óra Edelényből az út? Ideérnek? Á, pikpak. Hallgatóim bólogatnak, elintézték, ideérnek. Tízig itt vagyunk, szerintem még utána is egy picit, úgyhogy... Én azért merik mondani, mert már leeresztették a kocsik gumiját, tehát a verzi ideérnek, hiszen nem bírunk elindulni. Igen. Végtelenül boldog vagyok, hogy végre eljutottatok Kazinc Barcikára, kis hazámba. Én most Budapestről hallgatlak bennetek. Ezt Marian küldte nekünk. Jövőre hol kezdődik a kitelepülés? Mondjátok meg, most indulok Nemes Gulácsról. Hát jövőre! Ahogy írják a neten. Ahogy elolvastam a világgazdaságnak a jövőre. Hát én szerintem átugrok majd Kispestre, Feri ott Újpest környéken, Balázs meg Értkertváros. Kitelepülünk egy padra. Igen. Amit ír a világgazdaság, jövőre már nem nagyon lesz kitelepülés. Na, gyorsan egy picit közlekedjünk még, jó? Csak nézzük meg, mi a helyzet az utakon. A szerencsi bevezetőt kérdezitek sokan. Ott van egy baleset.
a Szerencs utcánál, és emiatt hatalmas a dugó, emiatt torlódik az M3-as. Budakeszi végétől szintén araszolás van. Andi kérdezi, hogy ha valaki tudja, miért írja meg, mert ő áll a dugóban és picit el van keseredve. Valamint Kenderes előtt hatalmas a torlódás, útjavítás miatt félpályás forgalom van. Köszönjük szépen. Oké, na, hívjuk Fredit, jó? Egy kicsi Eurovízió. Hmm. Csak hogy milyen a hangulat Stockholmban? Hányadikként lép színpadra holnap? Ott van-e már Justin Timberlake? És egyáltalán mi a helyzet? Bekészítettek néhány svéd lányt az öltözőjébe. A Fredit szerintem szeretik egyébként. Svéd torna, svéd masszázs, svéd csavar, svéd csepp. Igen, néhány csepp. Úristen, gyerekkoromban mennyiszer itattak velem svéd cseppet. Jó, meg is lesz az eredménye. Igen. Összezsugorodott a májam. Igen, azt mondjuk, hogy vannak mellékhatásai, megdúzott tőle a fej. Na, álltok, Freddy itt van már, csak a liften jön lefelé, de ha minden igaz, akkor már hal bennünket. Freddy, jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, jó reggelt! Gyere ki jó a liftből, reggelt. Hello, lifteztél éppen? Igen, igen, éppen érkeztem. Éppen érkeztél, fölfelé mész a szobádba, vagy a szobádból jössz le most már valami próbálat esetleg? Nem, reggeli van most éppenséggel. Vagy svédasztal, hogy mondjam. Igen. Menj oda, ahol a szőkék állnak, ott van a svédasztal. Általában jól milyen? Tudom, hogy Los Angelesben vannak. Rákérdeztem erre a tényre. Milyen Stockholm? Egy kicsit, Freddy, mesélj nekünk, jó? És a Klassz FM hallgatóinak, hogy érzed magad? Milyen a város? Hogy fogadtak? Mesélj egy picit. Jól érzem magam, nem így képzeltem el igazából, mert én is tényleg a szőke kétméteres nőket kerestem, de ők nincsenek. Az a zsánerem. Úgyhogy a helyzet az, hogy egy nagyon multikulturális városról van szó. Nagyon-nagyon szerencsénk volt, mert iszonyatosan jó időt fogtunk ki az első 10 napban. Aztán most egy kicsikét hűvösebbé vált az idő. Első 10 napban, ami mióta vagytok itt? Húsvét óta kim vagytok? Igen. Azt hittem, hogy csak kireptetnek benneteket, ott vagytok hétfőn, kedden. Kedden egy gyorsan válogató, szombaton meg már jön, ki kell csekkolni a szállodából. Elsőn ki kell jönni. Persze. Színpadbejárás, vagy aklimatizálódni kell a körülményekhez, vagy mi? 9 napig világítottak? Hát az igazság, hogy igazából kellett is, mert egyrészt több próba volt, másrészt ugye az első felvonásban is 18 náció vett részt, tehát azért azokkal foglalkozni is, a próbák során azért kiderültek nyilván problémák, éppen valamilyen anomáliák, és akkor azokat ki kellett javítani, de most sok kicsi sokra vagy alapon gondolom maguknak is szeretek volna időt hagyni. Nekünk meg azért volt jó, mert nem ilyen kizsigerelő ez az időszak, hogy nem volt kizsigerelő. Nem kell nagyon rohanni. Aha. Hát ezt egy ember nem tudtuk volna bevállalni a Hunadallal, srácok, hogy ki kell menni 2 hétre, hát mi lett volna? A rádió műsorral, nem? Tehát onnan lehet a rádióadást csinálni. Mondjuk onnan egyébként lehet rádióadást csinálni, igen. Van valami rock and roll story, mit tudom, finn metálosok kidobálták a színes tévéket a negyedikről, stb. Van valami? Történik ott valami? Nem tudok semmilyen extremitásról. Igazából az a furcsa, hogy annyira el vagyunk egyébként szeparálva, hogy most hiába vagyunk a döntőben is 26-an, valakit mindig nem láttam. De gyakorlatilag 4 hotel vagyunk szétszórva. A legjobb lehetőség arra, hogy egyáltalán valakivel találkozunk, az körülbelül 9:30 és 9:30 között van a reggeliző asztalnál. Mert egyébként nyilván mindenkinek megvan a saját napirendje, és ha csak nem közös programon valamilyen oknál fogva, mondjuk ugyanarról a hajóútra vagyunk tematikus programként beutalva, akkor lehet másokkal találkozni. Nincs bandázás, hát, este ivás, pörgés, hát milyen zenészek vagytok ti? Nem, 8-kor villanyoltás, még a, nem tudom, a svéd összefoglalót megnézitek a tévében valamit. Jó, persze, gondolod. Hát a csapaton belül azért szoktunk vitézkedni, de ennyi, igazából. De azt mondta a menedzser, hogy arról nem beszélhetsz, ugye? Azt nem lehet, igen. Aha. Ja, igen, Timberlake... kivágjuk élő adásból. Justin Timberlake ott van már? Látod esetleg, hogy a testőrök viszik fel a magas földszintre, mert nem bírja a lába? Hát nekem van egy olyan sandal, hogy jönöm, hogy helikopterrel jön, lenyomja, aztán azzal is megy, és akkor körülbelül fellépéssel együtt 8 perc lesz a dolog. Magángép lesz az, de egyébként valószínűleg igen, hogy Kámban van éppen egy filmet népszerűsít. Tehát az, hogy holnap átrepül, lenyomja és megy is, vagy vissza Kámba, vagy megy Amerikába. Igen, igen, igen. Igen, igen, valami ilyesmire számítok én is. Na jól van. Gondolom, hát, sok közös fotó nem fog készülni.
Nem is kell, az már neked, ha téged anélkül szemben meg magasabb vagy nála, és biztos nem szívesen fotózkodna vele. Hányadiknak lépsz fel a 26-ból, csak hogy utána a nézők át tudjanak kapcsolni a gyertek át szombat estére? hogy tudjuk, hogyha még egy 4-10-kor vagy, akkor már 9:30-kor tudnak engem nézni. Miért nem mondhatnád el? Hát vagyunk a sorban. Miért titok? Akkor jó. Nyugodtan. Remélem, hogy nem titok. Az van, hogy ha jól emlékszem, akkor Hollandia és Azerbajdzsán után az ötödikek leszünk, és utánunk pedig Olaszország, és a jó ég. Tehát viszonylag korán jöttél. Jó, hát ugye, akkor nézet lesz a szezonzáró, gyertek át szombat este. Jó. Most a végén lesz egy kis esés, mert akkor visszakapcsolnak ugye az eredményhirdetésre, de hát azt. Igen. Mondja, Freddy? Nem tudom, mindenki kérdezi, hogy hol szeretnél lenni, hát most az elődöntőben is. Én úgy éreztem egyébként, hogy a negyedik az pont az a hely, ahol lehet egy olyan nagyot durrantani az első három után. És hát így utólag, így visszatekintve, ugye az első három ország nem is jutott be a döntőbe. Tehát szerintem annak mondjuk valami napokban örülök, hogy nem mi kezdünk, de szerintem az ötödik az megint egy olyan, hogy szépen oda lehet pirítani, és remélhetőleg olyat tudunk alkotni a színpadon, hogy az első igazán markáns produkció legyen a döntő során. Nagyon az elején van, főleg a 26-ot, hogyha tekintjük, de hát ez van. Aha, jó. Mindegy, a lényeg az, hogy ne igyál hideget és feküdj le korán. Igazán jó tanácsok ezek. És takarózz be rendesen, vegyél meleg, éjszakára nehogy felfázz, mert akkor anyámat hallanám. Jól van, Freddy, drukkolunk neked természetesen. Hát ugye, nem tudunk rád szavazni az Eurovízió szabályai szerint, de például az, akik a hatodik legnagyobb magyar városban élnek, Londonban, ők például már simán tudnak ugye rád szavazni, tehát szólunk nekik is, ha hallgatnak bennünket online. Igen, hát az a helyzet, hogy kicsit fura ez a dolog, de a döntő már könnyebb a helyzet, ugye az elődöntőben csak azok a magyarok tudnak ránk szavazni, akik azon külföldi országokban élnek, akik benne voltak az első elődöntőben. Tehát most, hogy értsétek, hogy Lengyelországból nem tudtak volna ránk szavazni, mert nem voltak benne az első elődöntőben. Most viszont minden náció, aki bent van, az gyakorlatilag tehát a magyar népesség az most már a döntőben résztvevő összes országból tud szavazni. Úgyhogy mindig kérdezték tőlem, és én internetes interjúban, hogy mivel búzdítok, hogy így mondjatok, hogy hát én nem vagyok ilyen, hogy szavazzatok, mert nem tudom, mi lesz. Hát, hogyha szeretik a dalt, akkor legyen. Nem vagy a Stolbuci. Igen, szavazzanak, nem sokára lezárjuk a szavazatot. Oké, Freddy, hát egy nagy kalappal neked, mindenkinek drukkolunk. Nagyon kedvesek meg. Kint van, és bennünket képvisel, és hát az egész Eurovízió nem egy baromi nagy gicsparádé, de ennek ellenére azért kívánjuk, hogy szerepeljél jól, és hadd legyünk rád büszkék, és szavazzanak rád jó sokan. A dal jó, te baromi jól énekelsz, baromi jó hangod van, úgyhogy kívánjuk, hogy minél szerepeljél. Igyekszem nagyon, hogy remélem tetszeni fog a döntőbeli produkció is. Nagyon köszönöm, hogy hívtad. Okay. Úgy legyen. Freddy, vigyázz magadnak, hajrá, nagy kalappa holnapra. Köszi, ciao, hello. Jó, tehát ötödik, ugye? Ötödik, megnéz, vissza, átkapcsol. Megnéz, átkapcsol, megnéz, balit, visszakapcsol az eredményhirdetése. Jó ez a menetrend, drága kazinzóarcikaiak, csak mondom, jó, hogy nem ott ragadunk, hanem balit azért szombat. Nincs benne, Freddynél több nincs benne, én néztem az elődöntőket. Óriási nagy kulalom, úgyhogy... Hello, igen. Freddy kívül. Előbb a melló, a szavazás, aztán a szórakozás a szombat. Így van, szezonzáró adat. Mondom még egyszer, szezonzáró adat. Gyerekek, csak egy pillanatra még a Mit mond Dóra játékunkra, ma is ugyanazt a feladványt adtuk, és tegnap is azt a feladványt adtuk. Úgyhogy hozza vissza hallgató az elnézést. Nem, írják sokan egyébként, hogy tegnap is a szólásmondás volt, és a mai nagyon a híres emberünk maradt el. De másik szólásmondás volt, nem? De nem. Szerintem ugyanez konkrétan, volt? Szerintem konkrétan ugyanez volt, igen. Jelen... Szerintem Zsűl cserélt egy gyorsan. Igen. Mi ezt itt nem látjuk bent, viszont a stúdióban ott kellene tudniuk, hogy mi az, ami már le lett adva, és mi az, ami... De ezt indítottam most innen egyébként. Na, jó van. Játsszuk egy csempés játékot. Most rögtön. Menjél most te csempézni, most maradjunk már mi ketten bent, ezt menjen ki ő csempézni, ez az utolsó, jó? Elmegyek én csempézni, jövök vissza mindenki. Hol van a csempejáték? Elkísérünk csempikém. Csempikém. Ott hátul, olyan messze. Odáig ő nem komolyan, hozzátok a kocsimat. Olyan messze, 10 méter. Hát ne viccétek, hát 20 éve nem ment 10 méter gyalog. Nem ismertek, hát odáig nem tudok elsétálni. Vigyétek már el a vállatokon, jó létszi, mert ja, Isten, nem bír. Ennyi gyerekek, ennyi. Bocsánat, én 8 óra, akkor megmondtam, hogy eláll az eső, elállt. Csak úgy zárójelbe azért ezt jegyezzük meg, hogy... Bocsánat. Jegyezzük meg. Elnézést, köszik te.
4 napja nem egyes volt. Egyes párosunk, szevasz. Hm. Én Csaba vagyok. Claudi. Mióta jártok? Négy éve szeptember. 4 éves házasodás lesz, csempézni akartok, vagy? Komolyan. Még mindig van mit csinálni. Bocs, Feri, bocsánat, hogy közösen ketten megfogták a fenekemet itt konkrétan. Hát, tehát, ami jó, az jó. Jelzem, hogy ami is ebből kettő fiú volt, tehát ez a szép. Jó, Józsi, megmondtam már neked, engedd el a fenekemet. Nem, ketten itt a lányok rámarkoltak a fenekemre. Jól van, szóval fölvértük a lányokat. Te fogtad meg? Nem. Nem, de a hátad mögött a két leányzó. Én az egyik ügyük, hogy... Most már kiderítem, akkor is te fogtad meg? Nem fogtam meg, csak rácsaptam. Csak egy kicsit. Igen. Jó feneke van? Aha. Tényleg, ezt még nem mondták soha egyébként. Olyan kis puhácska. Na, csempézünk. Jó? Ne beszélgessünk még egy picit a fenekedre. Hát, mit csináljuk, ha rácsaptak a fenekemre? Oké, kit raktok ki, drága játékosaink? Hm? Titeket. Ó, de jó, megjárját. Igen, most már csak olyan csempénk van, ami szerintem hárman vagyunk. Ja, közös csempék vannak. Közös csempék vannak, úgyhogy ott tudjuk, hogy van egy pár, akik 4 éve együtt, már együtt élnek, és fürdőszoba felújítás lenne belőle, vagy is. Mi? Is. És miért, még mit tudsz a csemperagasztóval csinálni? Ja, azt is. Megragasztani az erkélyüveget. Na, jó. Kicsit nyikor helyett a ti arcotok. Kicsit nyikorog az ajtó, oda is fut teszünk belőle, igen. Ti vagytok a? Zsuzsa, Szabina. Akkor Zsuzsáék, jó? Zsuzsáék. Zsuzsáék Csaba. Zsuzsa 1, Zsuzsa 2. Zsuzsa 1, Zsuzsa 2. Másik. Csaba. Csabáék Csaba. Legyek most Csaba. Igen, Csabáék és Zsuzsáék. Honnan jöttetek, Zsuzsáék? Én Ormosbányáról. Az hány kilométer innen? Hát olyan 10. Hát az ott közel van. Zsuzsa? Barátnők vagytok? Igen. Igen? Sajó Ivánka. Sajó Ivánka. Az sincs messze. Körbenéztem, hol van Ivánka. Ilyen kis gyerek eltűnt. Ivánka, gyere vissza. Ti merről jöttetek? Felvidék. Szlovákia. Szlovákiából. Oh. Egészen konkrétan? Iványi. És csak miattunk most a mai napon? Meglátod? De helyesek vagytok. Nem vagytok. A csemperagasztó miatt, de azt mégsem mondhatom, hogy a cerezit hozott ide. Bari rohadtul nem miatt, hogy vinnék a 100 000-es utalványt, aztán már itt sem vagyunk. Elnéztük a menetrendet. Na, kezdjük el, jó? Őrületes. Le kell vágni a ragasztótubus tetejét, betenni a kinyomó pisztolyba. Na, tudjátok, érdemes összeállítani itt lent a csempéket, hogy kezdhetitek. Várja, 3-2-1, gyerünk! Kezdhetitek, mindenki elindult. Gyerekek, Zsuzsáék, elképesztő. Hát azt hiszem most nyitnak először ragasztót. Szóval ez a pisztolyos ragasztó, ez mindig nagy kihívás a játékosainknak, de hát már különösképpen úgy érzem, hogy ez a neuralgikus pontja a játéknak. A fiatal ember se látott még ilyet. Meg vagy? De jó. Nem, a fiatal ember már megvan. Jánok, hogyha így lassú, akkor harapjátok le a végét. Na, igen, közös képet kell kirakni ugye hármunkról, 3x3-as kis részben. Először a lányok ügyesen csinálják egyébként, mert lent a kövön összerakják a képet. Egészen logikus megközelítés egyébként. Igen. Így van. Hát csak mondanom sem kell, hogy nőttem egy 15 centit, köszönöm, maradhat. Tehát Feri altestére rákerült Jani feje, nagyon szexin néz így ki. Szenzációsan néz ki. Nagyon jó. Egyelőre János nem sikerül kirakni, mert most nekem János felső testére rákerült a fejem. Tehát a lányok nem rakják ügyesen ezt a képet. Ezek a legfurább arányok, tehát hogy lányok nem sikerül Balázs fejével. Csak mondom, lányok, hogy a másik oldalon már egész jól haladnak. Hát rosszul. Bele. Az miért van, hogy mindenki fölülről kezdi elrakni a csempét? Ezt nem értem. Miért, gyerekek? Ezt nem értem. Nem baj. Mert úgy van meg a képed, ugye, és akkor... Hát mi alulról igen, nincs csak... meg a képed a lábaktól. Lányok, annyi van, hogy tegyétek le, meg vagyunk. Ne szóljunk nekik, hagyjat, hogy csinálják. Tényleg? Kész vagytok? Az van, hogy kész vannak a másik oldalon. Kész vagyunk. Jelzem, hogy a lányoknak tényleg. A 9 darab csempéből 2 darab került föl. Az, és nem vagyok benne biztos, hogy jó a sorrend. De az nagyon jól tart. Igen. Oké, na, hát akkor a másik csapatnak megvan a 100 000-es utalvány. Igen, hát jó hírem van, hogy a szerezitek 100 000-es utalványt, azt úgy kapjátok most, hogy csak csempe van, de ez a csempe, ami mi vagyunk. Jó lesz? Nagyon jó. Mindenki. Akkor kirakhattok a fürdőszobába. Gratulálunk, ügyesek vagytok. Nem hiszitek el a lányok? A másik oldalon, még mindig rakják. Nem, a lányok is mit csináltok? A kezemet töröltem meg. Ja, azt hittem, hogy még hogy lehet ez, hogy a Jani feje még itt, még mindig ügyeskedtek. A lányok már takarítanak a lakás felújítás után. Itt egy kis most nézd már, a Janinak szétkened a csúnyáját, de tényleg? Miért kell ezt csinálni ezzel a fiúval? János, kicsit beszédhibás lett a sliccel, igaz? Rutinosabb vagyok, azért mindig letolom előtte a gatyába. Egy év alatt megtanultuk. Nem nézel ki túl jól. Csajok, helyesek voltatok, hát ez most nem sikerült. De természetesen egy ajándékcsomaggal is gazdagodtok.
És nézd, milyen összeszokott csapat hát vagyunk. Jobbra nézel, itt áll a hostesztály, adja az ajándék csomagot. Mi lenne ebből, ha még lenne egy hét? Mi az a játék határok nélkül, de tényleg? Tehát, hogy... Az, hát nem tudom, egy ilyen kötelező jellegű műsor, hiszem a király. Na, átvágjuk magunkat a tömegen, nyíj szét. Azt hiszem megőrült, ezekért biztos. Tessék? Jaj, csak mondom, gyerekek, hogy megdicsértük a temetőt, és honnan jöttél? Sajó Szent Péter, az Ambrus Sírköves vagyok, persze. Tegnap koporsót kaptunk, ma pedig egy jó bort. Egy sírkövet, igen. Hogyha a Badinak az álmai valóra válnak, reméljük nagyon soká lesz ez majd, hogy itt kap egy nyughelyet, a vállalod a sírkövezést? Igen, természetesen. Na. Meg vagyunk, figyelj, jól állunk. Meg kell halnod. Gyerekek, az mondja, már csak meg kell halnod. Az ilyen kabala figurákat én mindig megverem, úgyhogy vigyázzatok. Hát amikor az embernek ellenállhatatlan ingere támad arra, hogy gyerekedjen, bemegyünk mi bárhol. Megjött egy ilyen kabala figura, és meglehetősen erőszakosan bántja itt az embereket. Milyen jó lenne egyszer rávetődni, nem? Mit kaptál, János? Nem tudom. Azt mondja, hogy lehetséges, hogy valami kis fagyi van benne. De nagyon jó, hogy összeismerkedtél egyébként egy helyi sírkövessel. Mindenhol kell a kapcsolat, gyerekek, mindenhol. Értsétek meg, az élet azon múlik, hogy hogy építesz kapcsolatot. Nézd meg, már ez is megvan. A vezeték nevedet már lehet, hogy ingyen vési fel. Megkapja az egész követ ingyen, most mondom, mondta a mester. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy tegnap koporsókat kaptunk, az megvan? Kis fakoporsókat, mert jött egy koporsó készítő, hármat kaptunk. Csak azért úgy jelzem. Én óvatosban megyek haza ma. Igen. Ők már tudtak valamit. Az őszi turnénkat a koporsó készítő is. A koporsó készítők országos egyesülete is támogatja. Az NMHH támogatásával. Hathatós támogatásával. Igen, 8:30 múlt pontosan. Egy perccel jövünk a hírek után. Na ez igen, ez nem Justin Timberlake, ez kell a magyar, ez kell a barcikai szívnek, ugye? Ez, egy jó kis tankcsapda, de ez ettől jó, hogy meghallgatod ezt is, meghallgatod azt is, egy jó kis tankcsapda egyébként, tényleg jó, 3-9 van, és gyönyörű az idő itt barcikálni, hát inkább végén kisüt a nap, komolyan mondom tényleg, nézzetek, ott már kék az ég, tehát hogy alakul, volt egy kis esőnk kora reggel a turnénk utolsó állomásán, de most már viszont tényleg az gyönyörű az idő. Ha valami miatt én belé tudnék szeretni, az optimizmus, azt mondja, volt egy kis eső, gyakorlatilag tökig álltunk a vízbe, már bocsánat, felénk így mondják. Nem szabad ezt túlreagálni, nem szabad túl. Kicsi eső. Volt egy kicsi eső, nem túlságosan. Szétszednek minket kint. Mondom, adásba vagyunk, nem baj. Itt érdekel, írjál alá, ezt szeretem a legjobban. Elképesztő tömeg van itt Kazincbarcikán, igen, elképesztő tömeg, hihetetlenül sokan vannak. Mit csinálsz, Feri? Kérlek szépen, én kinéztem, mert az előbb ugye egy olyan fiatal emberrel beszélgettünk, aki fölhagyja gyönyörű életével, megházasodik. Hát megérkezett az asszony is. Mi a neved, életke? Nikola. Nikola. Hello, Nikola. Nem én mondtam, ne nézzük rá. Nem, mert a Nikolon elgondolkodtunk, tudod? De aztán rájöttünk, hogy te Nikola vagy. Igen, Nikola. Aha, csak ezért jöttél ki, hogy minket ráncba szedjél? Igen, van benne egy ilyen. Vagy pedig azért, hogy lecsekkolt, hogy hol tart most az urad? Hát, is. A leendő urad, bocsánat. Igen, ugye valaki elmaradta volna, egy fél órával ezelőtt belebotlottunk egy legénybúcsús társaságba, aki ugye elmesélte, hogy 3 napra elmennek legénybúcsúzni, majd megérkezett a mennyasszony, aki szintén lánybúcsúra megy. Neked meddig tart? Szintén 3 nap? Igen. Csak az enyém szombaton kezdődik. Mert azt tudod miért van, mert ugye a férje, leendő férjének hamarabb vége van. Ha kiderül valami info, hogy mi volt a buli, akkor ők egy napot még rá tudnak tenni, és nagyobb legyen. Igen. Így van. Csippendve, vagy mi volt? Striptease táncos, akkor ide őt csippendél, fiú. Nem lesz. Na és mi történik egy lányos legénybúcsú, vagy egy lánybúcsú? Mesélj egy kicsit. Neked is ilyen meglepetés volt? Megmondom őszintén, nem volt még lánybúcsú, úgyhogy nem tudom, de egyébként meglepetés lesz. Annyit tudok, hogy hova kell mennem, de hogy milyen programok lesznek, fogalmam. És hol lesz? Egerbe lesz. A Egerbe. De is? Hát akkor mi most együtt lesztek? Egyébként a legénybúcsút szervezték rá, mert a miénk az már megvolt. Úgyhogy, de nyomorult, és rászerveztetek egy ilyen ellenlegénybúcsút. Nem én voltam, de rossz. Persze, most senki nem volt, nem is tudunk semmit.
Azt mondja, milyen vőlegény, hol? Én nem, jaj. Igen. A lányok elmennek lánybúcsúzni, akkor megyünk mi is legény búcsúzni, megyünk hova mennek? Egerbe, megyünk mi is Egerbe. Pontosan így volt. Mekkora papucs vagy te? Hallod? Hát komolyan mondom. Ekkora papucsod. Nem én szervezem. Barátok tudták. Házasodjál meg, ez való neked. És megy úgy, az asszony Egerbe, megyünk mi is. És új papucs, hogy még össze házasodtak. Tehát, hogy még itt azért még belefér egy-két dolog. Aj, ne bántsátok már. Nem bántsuk már, hogy nem, csak viccelődöttem. És lány búcsúról lehet már tudni valami konkrétumot? Nem. Nem. De Egerbe mentek. De nem lesz az semmi igen. Csúnya dolog. Mentek Egerbe a városi könyvtárba. Így nyilván. Van, így. Igen. Szerintem a lány búcsukon nincsen semmi. Nem? Menjünk el, nézzük meg. Tessék. Jó, öltözünk Chippendale fiúnak, és menjünk el, igen. Mit szeretsz ebbe a fiúba? Mindenét. Jó. De, cuki vagy, de ez helyes. Jó, mondjuk az elején van, tehát az ciki lett volna, azt mondja, nem tudom. Igen. Hány év? Három éve, ugye? Három éve. Igen. Három éve. Na jól van. Hát akkor jó lánybúcsút, jó fiú búcsút, legény búcsút, érezzétek szépen. Jól magatokat. Jó? Köszönjük. De te szedted föl őt, fogadjunk. Nem. De? Nem. Hogy nem. Emlékszel, hogy volt? Ő lépett oda hozzád? Hát, most meséljem el a sztorit. Hát csak érdekel, hogy gyerünk, mert ez szaftos lesz, én már érzem. Szórakozó hely, vagy hol történt? Nem, én fodrászként dolgozom, és bejött egyszer a fodrászüzletbe, aztán elkezdtünk beszélgetni. Belenyírtam a fülébe. Nem nyiratkozni jött, hanem a tesója járt hozzám, utána randiztunk rá két napra. És azóta együtt vagyunk. Gyerekek, hát ez az majdnem szerelem első látása. Ez igen, ez nagyon szép. De általános iskolában már ismerjük egymást, csak ott ugye nem volt semmi. Hát még szép. Hát mondjuk jó, másodikba. A fiatalok védelmében jelentjük ki, hogy még szép, hogy igen. Nem volt semmi. Ezt hallgassa de meg a zene már. Szerintem le tudjunk, már mindegy. Ez a hajó elúszott pedigként, ez a hajó elúszott. Ilyen sztorimben nem történhetett volna, meg soha nem jártam fodrászni. Hát még kopaszon születtél. Így születtél. Kezi csókolom. Hát most tessék nekem megmondani, hogy várj, tessék, mindjárt odaérek. Tessék mondani? Én nekem nagy napom van a mai napom. Elvesztettem a szüzességem. Mi történt? Aha. Nem. Ma vagyok 72 éves, május 13-án születtem, ikertestvérem Kishújszálláson lakik. Isten éltetek. És innen is üdvözöljük. Egy keresztnevet kérnék szépen. Így van. Keresztnevet tessék mondani. Lanku Józsefné vagyok, Piroska, az ikertestvérem Kishújszálláson. Azért, mert messze van. Aha, Szekér Istvánné. Ilonka. Tudtam, hogy jó lesz. Nagyon jó. Én láttam. Picit ilyen parlament előtt. Lesek nekem a lányom. Napi rendelőti felszólalás hangvétele van a dolognak. Igen, mert azt gondolom, hogy ugye Kishújszállás messze van. Gondolnád, hogy kiabálni kell. Meghallja. Biztos, hogy tündér. És itt tetszik lakni, Barcikán? Igen, itt jó, itt Barcikán? Jó? Nagyon jó. Itt szeretek lakni. 1964 óta itt lakunk a férjemmel együtt. 52 éves házasok vagyunk. Október 5-én leszünk. Tessék, vigyázzunk, mert ha ne jól, rosszul tetszik mondani, ha hazamegyünk, akkor ott mennette lesz. És mi a, tessék nekem megmondani, mi a hosszú házasság titka? Hát ma már kapcsolatok esnek szét, ott is legény búcsúzni mennek, jövő héten már úgyse lesznek együtt, meg kiderül majd, hogy mi volt. Mi a hosszú kapcsolat titka? Hogy lehet megoldani, hogy valakivel 40-50 éven keresztül az ember együtt legyen? Hát az, hogy az ember megértse egymást jóban, rosszban. Igen. Ha? Szeretetben, békességben. És néha kicsit szemenyt kell hunni, amit csinálnak a férfiak. Nem kell, nem. Leülünk és megbeszéljük a dolgokat, kész, ennyi. Hűséges? Hűséges. Mi lenne, ha nem lenne az? Mi lenne? Nincsen. Ilyen nincsen. Akkor feldaraboljuk. A mai fiatalok ezt nem értékelik. Ugye? Hát ezt mondom, hogy a mai fiatalok ezt nem értékelik. Aha, biztos, hogy letetszenek ülni és megtetszenek beszélni? Nem csak elmondja neki, hogy merre, meddig, hány méter? Szóval a kölcsönös megértés az, ami kell? Igen. Ez a fiataloknál nem működik, hát olyan hamar mennek szét házasságok, nem? Hát 5-6 év után... Azt nagyon sajnálom. Igen, 5-6 év után... A fiataloknak kell megérteni egymást. Igen. Nem szabad beleszólni senkinek se. Mindenki azt sem, amit akar? Se az anyósnak, se az apósnak, senkinek. Csak a két fiatalok közt döntsön el, hogy ők mit akarnak. Anyuka hallott, amit üzennek! És gyerekek vannak? Gyerekek? Vannak, igen. Két lányom van, egyik Budaörsön lakik, a másik meg... És házasodtak már? Persze. Tehát akkor már anyósnak tetszik persze, menni. És? Van. És a másik meg Török Bálinttól lakik. Na és milyenek a menyecskék? Jókat választottak? Vagy jókat, a pasik, jó? Jókat. Tetszik kicsit egyengetni azért az utat? Hogy nem egyengetek senki. Mindenki értse meg magának. Én nem parancsolgattam. Tehát nincs ilyen, hogy kislányom, hogy van itt elmosogatva? Ide megyek, oda megyek. Nincs ilyen. Nincs.
Így kell élni, gyerekek. Nincs, ez a titok. Egy jó anyós. Egy jó anyós, nem? Bár csak ez... Ja, mindig. Van, és nem is tessék, tessék. Nem is szóltam bele nekik sose. Mindenki úgy csinálta a dolgát, ahogy akarta, és kész. Ez a hosszú életitka. Nem kell szólni a fiataloknak a dolgába. Ja, milyen olyan élőben? Hm? Őszintén, na? Cuki. Gratulálok, mindig nézem a Balázs munkát. Igen. De majd átadom neki. Hogy ezt miért te kapod? Milyen olyan élőben? Hát mindig nézem a Balázs műsorát. Tessék? Hárman vannak egyben. Hárman legyünk egyben? Hát, igen. Igen. A tévéműsorban nem mindig, de a rádióműsorban igen. Csókolom. Hát, jó egészséget. Köszönjük, hogy eltetszettek jönni Barcikára, máskor is jöjjenek. Mi köszönjük, hogy jöhettünk. Fogadja Barcika. Jövünk, nagyon jól érezzük magunkat. Jövünk, igen. Bár ahogy a napi híreket látjuk, ugye? Hát. Csókolom, jó egészséget. Csókolom. Kezdj csókolom. Megmondom a családnak, csókolom. Volt vitamin a nénibe. Hát, nem? A minden itt volt benne energia. Ez vajon melyik lehet? Szerinted miért költöztek olyan messzire a gyerekek? A betyárnyi. Nénibe volt vitalitás azért. Nagyon cuki volt. Egy vasárnapi ebéd vele. Gyerekek, 50 éve vannak együtt, 40 éve. Hát azért ma már ritkán hall ilyet az mi ember. Mi lehet azért? A 2000 mg C-vitamin naponta meg a TV torna. Nagyon cuki volt. Nagyon helyes volt. Hét perc van pontosan 9 óra. Az utolsó fejős játékunkhoz érkeztünk. Nem akarom. Meg kell síratni azt a tehenet, úgyhogy nem sokára jövünk, mert hogy egy hűtőnyi laktózmentes ajándék vár valakire, de nem csak egy hűtőnyi, hanem maga a hűtőszekrény is, ugye gazdára talán. Ehhez azonban meg kell fejni a mi tehenünket, ott van, gyönyörű szép, úgyhogy ezzel jövünk, és ez lesz a turnénk záró akkordja. Egy utolsó fejés. Úgyhogy jövünk mindjárt, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Kazincbarcikáról, a Rákóczi térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kívántok a legjobban. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Hello! Drága kazincbarcikaiak, itt vagyunk, videózunk benneteket, tessék integetni mindenkinek, a betyárját mennyien vagyunk. Küldjük el a képet. Csinálj egy egyszerre jobbra-balrát, én ezt úgy szeretem mindig koncerten, amikor fölveszik a zene ütemét, igen. És akkor ugyanarra. Jó, figyelj, én vagyok a legmagasabb. Várjál, ezt rögzítem, Feri, várjál. Gugolj le, én vagyok a legmagasabb. Adj vissza a Robbie Williamsnek a refrénjét. Adj vissza a Robbie Williams dalnak a refrénjét. Létszi egy pillanatra, jó? Csinálunk egy koncertvideót Kazincz Barcikáról, jó? Jó lesz. Figyelj, megérkezett a hallgatónk a másodikról. Jó napot kívánok, erőtek és nagyon alacsony az a korlát, óvatosan, mert ott integetsz, akkor nem tudunk elkapni. Tiszteletem. Rásel az utazási irodára, az nem lesz jó. Na, figyeljenek, szólt egy Robbie Williams. Egyébként ez egy jó dal, és ennek van a refrénje, a pont lehet jobbra-balra integetni, jó? Gyere közelebb egy kicsit, hogy látszódjon, érted, hogy nagyon szeretjük Robit, aki most nyilván a Balázs. Jó, gyere már! Ne dumáljál, gyere ide életem, mi vagyunk ketten. Így? Jó, mindenki na, magasra ilyen, a két kezét, a kéz, és jobbra kezdünk. Szóval egy, két, hát, hangosabban kérünk egy picit a zenére. Várjál, nem jó? Egy kicsit kócos. Az a baj, mert mást hallanak kint. Engem figyeljetek, adjunk a zenére. Figyeljetek. Föl a kezem. Aha. De rögzíts, de videózzál, ne így gyorsan. Nagyon jó. Ez az. Működik. Egy picit a passzívak hátul. Hátul is. Na most fordítva integet. Aha. Jó. Őrület videó van az Instán, gyerekek. Őrület. Óriási jók vagytok. Köszönjük szépen. Hát komolyan mondom, jó nagyon jók vagytok. Na. El is fáradtam. Na, ugye, hogy jó volt. Nagyon. Ez Robi Réka mondta nek, hogy tornáztassuk meg a barcikai közönséget szerintem. Ez nagyon jó. Jó, ezt a végén még egyszer megpróbáljuk, okay. Jó? Így fogunk elköszönni. Rubint Réka, tényleg? Igen. Táncolsz Rubint Rékára, vagy mozogsz, nem? Neked nem. Mondta a Réka. Ja, nekem, aha. Hogy én vagyok neked. Ilyen kis Rékás. Nekem nem mondta. Igen. Noibi, Jéka. Jéka. Mája Bajázs is. Igen, Mája Bajázs is ezt csinálja, Jéka. Na. Fejünk egyet? Jó? Fejünk egyet szerintem. Hát, az utolsó fejős játékunk, ugye egy hatalmas hűtőszekrény, a tét tele, a Mizó kiváló laktózmentes tejével 60 literrel. Így van. És hát gyerekek, most látom, hogy fehér kabátban itt van az esemény hangja, aki majd elmondja, hogy mennyit mértünk, van, hogy mennyi Miss. Lett, akit már követelnek a hallgatók. Miss Mizó. Miss Deci, igen. Aki elmondja majd nekünk, hogy 1 liter, vagy 5 deci. Mennyit sikerült fejni? Hello, drága, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hogy aludtál?
Kellemesen, köszönöm. Kellemesen, jól van. Figyelj, sztár lettél az Instagramon, komolyan mondom. A hallgatók követelték, hogy tegyünk föl rólad egy képet, mert aki így tudja mondani, hogy 4 deci, azt hát mindenképpen. Szerencsére nem így mondja egyébként. Nem ennyire mély hangon, igen. Nem lenne túlságosan jó. Jó, szerintem csajokkal zárjuk ezt az utolsó játékot. Nem tudom, Feri, most egy picit eltűntél itt az esernyők mögött előtt. Szóval, hogy lányokat, lányok, két lányt keresünk, feljenek ők szerintem. Jó? Messziről, távolról, nyugodtan tudsz választani. Figyelj, van egy óriási forma csaj, na, a haverjával, szerelmével egyetlen férje. Igen, a férje. Na, egy hibással együtt ide jötte. Mi a neved, drágám? Barna kalapban nyomod, és óriásian magas vagy. Vivien vagyok. Vivien, hogy állsz a csecsekkel, Vivien? Teljesen jól, minden nap gyakorolok. Ne hülyéskedj, tényleg? Komolyan. Van tehenetek? Kecskénk. Kecskétek van? Hány? 10 kecske, akkor abból már lehet ugye tejet csinálni, vagy mi az sajtot csinálni. Igen. És ez a végcél, hogy ebből éljetek, vagy már ez a kis gazdaság, ez működik, ez tart el benneteket? Hát most költöztünk falura egy jó fél éve, és novemberbe kezdtük a gazdálkodást. Aha, ez lett a következő kérdés, hogy falun tartjátok-e a kecskét, vagy pedig a negyediken a teraszon. Azt a negyedik teraszról kérdettük őket. Mennyit ad naponta az a kis kecske? Mennyi tejet? Hát 2-3 litert az igen. 2-3 liter. Itt most nekünk a maximum, amit tudtunk fejni, ez tegnap volt, ez 1 liter volt. 1 liter tudott egy srác kivarázsolni a tőgyből. Eddig egy fél... Szoríts meg az ujjamat, légy szíves. Na most mi van? Szoríts meg! Oh, nagyon van, jó! Van szorítás, van akkor szerintem működni fog. Jó, ki legyen a másik játékos, akkor döntsük el, Ferencem, rád hárul ez a könyörtelen feladat, hogy válassz egy lányzót ott magad körül. Én már választottam egyet, a Jani jön. Jani, válassz, akkor gyorsan mutassál még egy lányra ott magad körül. Jó, itt van mellettünk megint egy hölgy, aki egyébként halálosan profi módon, nem tudom, hogy azért, mert ők is gazdálkodásból élnek, vagy mert készült az esővízre, gumicsizmában jött. Tényleg? Aha. Hát átszellemült. Hát én diszkó gumicsizma ez, igen. De... Hogy hívnak, hello? Diszkó gumicsizma. Hát... Ez a kígyóson nem engednének ki a tehenészetbe vele? Dehogy nem, ez oda is jó. Oda is jó, jó. Mi a neved? Renáta. Miben hiszel, Renáta, hogy van egy kecskésünk, aki gyakorlatilag reggel és este tehénfejéssel, kecskefejéssel él, és most jössz te, aki mit tud? Lelkes amatőr, nagyon jó, jó hangzik, oké. Akkor kezdjen a lelkes amatőr, jó? Kezdjen ő, jó? Gyere, drágám. Jó, hogyha igényled, akkor itt van egy kis sámli, amire ráülhetsz, de választatod azt a módszert is, amit nagyon sokan alkalmaztak az elmúlt napokban, majd letérdelsz mellé. Ami most azért jó, mert akkor fölázott minden a tehenünk alatt. Ezt a performance-ot a fütyülővel a gyerekek, igen, köszönjük. Igen, nagyon jók vagytok, nagyon ügyesek, nagyon helyesek. Inkább megkérdezem, hogy mi ellen tiltakoznak. Igen, bármi ellen tiltakoznak, kicsit a fütyülésre konkrétan már nem látok, elment a látásom. Kapsz egy perc adás időt, abba hagyod. Igen, ez az 1 kHz-től bármit bemondhatsz az adás végén, csak ez a fütyülés maradjon abban, mert igen, kiszakad a szemem. Jó, meg vagyunk, a pozícióban vagyunk, Feri? Abba vagyunk. Mára még vannak biztonsági őreink, a fütyülőket próbáljátok már meg. Az a baj, hogy 4-5 éves kisgyerekek, tehát viszonylag nehéz. Ja, akkor elnézést! Viszonylag nehéz velük elbánni. Figyelem, 3, 2, 1, rajt! Elindult a fejés. Messziről látom, igen, csak a tehenet, de mosolyogni látszik. Maga kicsodája a Reninek. Anyuka. Ó, drága anyuka. Jobban megy ez. Ügyes vagy. Anyukácsom. Hát mondjuk még nem tudná odaadni férfinak a Renit, ahogy nézem a fejési technikáját. Jó, jó lesz az. 5 éve a Reni. Aha. Csak a félreértések elkerülése véget mondom, hogy nem leszakítani kell a tőgyét, hanem megfejni. Anyukában van vitamin szintén, van benne. Aha. Van benne lendület. Jó lesz ez, kevesebb erő, több lendület. Nyomni, Reni, nyomni, te tév le. Jó az, ez az. Szegény tehén, ha élő lenne, Jani, ha élő lenne, már nagyon üvöltene. Hát rúgdosna már mindenfele. Ez már 2 lábra áll, de az első 2-re úgy fáj neki szerintem. Szegény tehén, azért ezen a héten mit kapott, azért az elképesztő. Azt mondja, már csak 10 másodpercünk van egyébként hátra, úgyhogy bele kéne itt húzni a végén. Azt mondja, hogy figyelem. Anyuka, mit mondasz? 5, 4, 3, 2, 1, és itt a vége! Mama komolyan nyomja. Na nézzük, nem kevés ez, szerintem egy másik helyszínen ezzel már lehetett volna nyerni. Igen. Na nézzük, Renike, milyen volt, hogy érezted magad? Ez véletlenül jó. Tényleg?
Aha. Miért szeretnek a nők tehenet fejni? Ezt valaki árulja már el a végig. Nem is kevés, nem is kevés. Csöndet kérünk, mindenki halkuljon el, mindenki legyen nagyon csendben. Hány decit sikerült? 7 deci. Az nem rossz. Péntekre kicsit visszavettünk ebből 7 deci. Anyuka, mit mondasz, milyen a teljes? Remélem, hogy jó lesz. Elég lesz? Elégedett vagy Renivel? Hát, majdnem. Kapni fogod, homi? Büdös kölke. Nem fog kapni, ügyes. Azt mondja, hogy emlékeim szerint egyébként Székesfehérváron pont 7 decivel nyertek. Megnézzük majd, hogy itt ez mire lesz elég. Hát remélem, szerencsém lesz. Na kérem szépen, akkor gyere. Jöjjön a profi! Vivien, gyere Vivien! Ugye 10 kecske boldog tulajdonosa és a férje is igényli a szeretetet, úgyhogy... Na! Ez igen, én meg Vivi rögtön oda térdel. Mennyit kell? 7 decinél kell többen. Menni. Ugye? Tehát 7 deci fölé kell menni. Jó, indíthatjuk az órát, akkor szintén egy perc, jó? Mehet rajta! Jó. Szia, Benny! Új, új! Jaj, rosszat sejtek! No, Jézusom, hát te úr, te figyelj! Nem lát. Hallom a hangját konkrétan. Ezt a szájával csinálja. Úristen, gyerekek, ez most mondom, hogy ez világrekord lesz. Tehát aki itt tud fejni, a kevés lesz a bődör. Mit mondasz, Vivikém? Hát, esélytelen a dolog. Igen, azt gondolom, hogy jó, Vivi anyukáját vigyétek arrébb, tehát ne rúgjon. Az a durva egyébként, hogy kőkeményen látszik a rutin. Tehát, igen. Hogy ez hát technika. Nézd, aki kecskéket tart, hát ez tudja, hogy hogy kell. Hát jó, ott tényleg van rutin. Figyeljetek, egy olyan kérdésem lenne, hogy ez a kecske, a ti kecskétek nem azért van ekkora tempó, meg ekkora rutin, mert a szomszédfőnek a kecskét szoktátok megfejni reggeleket. Ilyen jön! Gyorsan fegy, még el tudom terelni a figyelmét. Még 10 másodpercig kell bírnod. Durranak el az alkarok. Elképesztő egyébként, hallom, hogy ez nem akármennyi lesz. És lankadatlan. Van benne lenni. Nyomja, nem lassú. 2-1. És itt a vége. Ott a vége, köszönjük szépen. Hát Vivi, jobb ez a csecs vagy az igazi, azért maradjuk. Hát az igazi jobb. Könnyebb az? Igen, ez nagyon kemény. Aha. Igen, egy élő kecske azért az nyilván más. Na. Hát igen, sejthető volt. Nézzük, hallgassuk. Egy liter! Szép volt, Vivi! A gazdaságban lesz a hűtő? Te ember így még nem örült hűtő. Igen, és most akartunk venni, és nagyon örülünk neki. De helyesek vagytok. Azt csak hagyja, hogy egy hűtő, ugye, de hogy tele mindenféle laktózmentes vízótermékkel. Az is nagyon jó, mert van laktózérzékeny barátunk, és pont most jön hétvégén hozzánk. Egy jó másfél-két évre megvan a tejből. Nem sok egyébként, 80-100 liter tej van a hűtőben, tehát úgy megvagytok vele. És megvan az előnye, és egyiket nem kell nyüstölni, mint a kecskét. Laktózmentes! Igen. Jaj, nagyon örülök. Egy nemes ellenfél győzött le benneteket, természetesen nektek is gratulálunk, és jár az ajándékcsomag. Büszke lehetsz erre a nőre. Vagyok, nagyon büszke vagyok rá. Gratulálunk, ügyik vagytok. Köszönjük szépen, puszi nektek, ciao, hello. Búcsúzunk ettől a drága vizótehéntől, megadta, amit kértünk tőle a héten. Felszedjük a csavarokat a lábai mellől. Ha valaki akarja, hajtsa haza, ha tudja. Igen. Szegény tehén, azért kiállta az idők próbáját. Így van. Sokan megrángatták. Megérdemli, hogy egy főtárlóba kerüljön a Mizo Múzeumban. Igen. Na jó van, drága hallgatók, közben nézek gyorsan közlekedési híreket, azt látom, hogy a Budakesziről befelé vezető úton van egy pici káosz, és hát itt egy óra alatt 50 métert haladtak hallgatóink. Tulajdonképpen az az oka, hogy nem tudom, mi az oka. Mert hogy most érek vissza a gépen, mert mindjárt ránézek, mert ezt többen kérdeztétek, hogy hatalmas dugó van, miért? Valószínűleg van egy baleset, ezt írják a hallgatók, a Budakeszi út végén, és hát emiatt nem lehet haladni. Trafimon a 442-es úton Rákóczi falva végén Tiszaföldvár felé Öcsi bácsi küldte nekünk. 7:30-tól a buszon vagyok, de még félúton sem vagyunk. A Budakeszi úton István küldte nekünk, igen. Gyalog többet lehet haladni. Biztos úrtól kérdezem, mi a dugóka, válaszát tudja. Ezt nem tudom, István megőrült. A buszon áldogál, és közben megőrült, igen. Fél óra, 50 méter haladás. Senki nem küldte el, hogy mi az oka. Jó, ha ahogy megvan. De megvan, itt van, megtaláltam. Lerobbant autóban a Vadas Parknál. Tehát ha azon túl vagytok, akkor már lehet haladni. Azért van dugó be a drága, vagy hogy elküldted. Köszönjük szépen. Megint a vaddisznók. Igen, a vaddisznókkal van a baj. 10 perc, pontosan 9:30, 3-as ugrás játszunk már is egy hallgatónkkal. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Itt vannak a hallgatóink, gyertek, hello! Sziasztok! Laci, ott van egy mikrofon az asztalon, ha érzékel, oda nyúlsz. Igen, ott van egy mikrofon, vegyetek el nyugodtan, jó? És akkor jó, jó, közel, úgy, ugye. Hello, kik vagytok? Sziasztok! Én Petra vagyok, ő pedig a párom. Gábor. Petra, szia, Gábor. Kaszint Barcikán mindenki a párjával jön. Észrevettétek, hogy páros játékaink vannak. Vagy a másik párjával, de pár van, az a lényeg, ugye? Petra és? Gábor. Gábor, hello, honnan jöttetek? Én Taktakenézről. Én pedig Hevesről. Aha. Nem laktok együtt? Ja, nem hallottok. Nem laktok együtt? Azt kérdezi a Feri. Még nem lakunk együtt. Még nem laktok együtt. Érik az összeköltözés? Hát, majd talán az egyetem után én még egyetemre járok. Ez a beszéd. Fél úton szoktatok találkozni valahol? Tényleg? Igen, egyébként. Komolyan, tényleg? Igen. De hol, ezt hogy kell elképzelni? Én Gödöllőre járok, ő pedig ugye a Hevesen lakik, és akkor így fél úton találkozunk. Uh-huh. Kellemeset alszos. Mindenki csak egy igazságos részt utazik. Ez nagyon, nagyon rendes. Van ott egy lakatlan bakterház, van benne egy ágybetét. Na figyeljetek, milyenek a kérdések? Halálosan primitívek szerintem, én azt gondolom, hogy én kérek elnézést értük. Azt mondja, hogy melyik irodalmi mű kezdődik úgy, hogy tüzesen süt le a nyári nap sugára, így kezdődik. Hát ez, melyik ez az irodalmi mű? Tüzesen süt le a nyári nap sugára. Petőfitől? Ja, jó nyomon van, vagyunk. Így van. Alakul. Mit írt Petőfi? Hova megy ez? Így van, a mező közepén matyizó juhász bojtára, így folytatom. Így van. Na, ki lehet ő? Petőfi írta, és elindul, és nagyon hosszú kalandokba vesz részt. Iluskája is van. Így van, Vitéz, így van. János Vitéz, így van, és tudja, amiben. Jó? Kértek egy kis technikai szünetet? Oxigént? Innivalót, frissítőt? Na, jó van, oké, hajrá. Megálljunk. Hát, nehéz a második. Nehezebb, mint nehezebb. Az első. Elmondd már. A sportos akkor jó. Nem sportos. Nem sportos. Megálljunk. Meg. Nézzük meg. Nézzük meg. Melyik hangszer virtuóz művésze Horgas Eszter? Hú, hát... Éreztem. Éreztem. Valaki lent fogja a mikrofonnál, gyerekek, azért serceg. Horgas Eszter. Tippelni lehet? Persze, tippelhetsz egyet. Hegedű? Nem. Brácsa? Nem. Dorom? Nem. Fuvola? Ezen a héten nagyon engedékenyek vagyunk, szóval ez... Aha. Ez túlságosan is. Szinte már túlságosan is. Mi legyen a harmadikkal? Eddig jól megy. Hát akkor próbálkozunk meg. Erre akartam kiugrani. Ha ennyire jól megy, menjünk tovább. Hányadik házassági évfordulót nevezik aranylakodalomnak? 50. Egyébként ez egy elég kényelmű kérdés. 50. így van. Meg is vagytok, jár az ajándékcsomag természetesen. Szépen. Gratulálunk, és mi is köszönjük, hogy eljöttetek, és játszottatok. A harmadikat valóban tudtátok. Gratulálunk, puszi nektek, sziasztok, köszi, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Írja nekünk egy hallgató, hogy a Budakeszi út mindkét irányban áll, nem csak kifelé, hanem befelé is. Rendőrautók mentek már el mellettünk, ez több kell, hogy legyen egy lerobbant autónál. Igen, megvan az oka, elküldte Doki nekünk, beszakadt az aszfalt a busz alatt. Beszakadt az aszfalt a busz alatt a Budakeszi úton, emiatt van arra felé hatalmas dugó, úgyhogy aki késik, aki nem jut be az iskolába a gyerekkel, hívja a főnökét, az osztályfőnököt, hogy beszakadt az aszfalt a busz alatt, és nem jött. Igazoltan van a gyermek távol, ezért nem ér be. Hatalmas káosz van Budakeszi felé, okay. Nem menjetek. Jó, tartsátok a frontot, hátra megyek, beszélek a sípoló gyerekek szüleivel. Igen. Sőt, persze visszajössz, úgyhogy nagyon megvesznek. A gyerekek. Hatalmas monoklik, és az egyik keze pedig még el van törve könnyékbe. Igen, és két sípot már lenyelettek veled. Igen, és jövök ezzel, ki az a Haki Tamás? Igen. 9:30 lesz, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek, drága Kazinc Barcikaiak, hát mennyien vagytok, komolyan mondom, elképesztő. Az biztos, hihetetlen. Hogy a napfényre mindenki idejött. Hihetetlen tömeg van itt az üvegstúdió előtt, ki közelebb, ki távolabb, hát egyszerűen szétszedtek bennünket, komolyan mondom, ajándékok. Nagyon helyesek vagytok, János is. Adjátok vissza nekünk, János. Itt is megvan azért a tömeg azó része, aki messziről nézelődik, csak ők a kicsit gyanakvók, akik így hátulról, a hátulról méregetők. Nem jövünk egészen közel, messziről nézzük a tömeget.
tetszik is a dolog, de azért úgy tartunk is tőle. Onnan jobban lehet célozni. Mi ez a vircsaft itt? Mit csinálnak ezek a fiúk itt kazincban? Péntek van, piacnap nem lehet. Igen, van, aki a lépcsőn üldögél, igen. Aranyosak. És nagyon-nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy határon túli magyarok is megtisztelnek minket azzal, hogy eljönnek. Nagyon most beszéltem egy párral, akik Rimaszombat mellől Iványiból jöttek. Nagyon-nagyon kedvesek, köszönjük szépen, hogy az utazást is vállaljátok azért, hogy velünk találkozhassatok. Igen, hát a játékosaink is ugye talán a csempéző játéknál ugye felvidékről jöttek. Na, a gyerekek, van még egy tartozásunk, nem tudom, emlékeztek-e rá? Nem. Így van. A tartozásra sosem nem. Így van, mert Balázs megígérte turné elején, hogy megmutatja a bal farpofáján azt a Balaton méretű és formájú anyajegyet. Az a durva, hogy ez most nagyon egyszerű lenne, mert rájöttem, hogy nem vettem boxeralsót. Nincs vettem boxeralsót. Elfogyott péntekre a tiszta alsó. Lányok, ellenőrizzétek már ott elől. Nem tudják, hát a megfogása nincs, csak effektíven nincs rajtam. Viszont gyerekek, megjött a rendőrség, óvatosan mindenki. Erőt, egészséget kívánunk. Jó szolgálatot. Miért beszélünk így a rendőrt? Tehát miért ez? Mi ez? Ugye, hogy egy hülye sztereotípia működik az emberben. Igen, csak ő volt. Ha te láttad volna, meg ugyanígy kezdtél volna beszélni. Tehát ez egy hülye sztereotípia, már nem így beszélnek. De hogy kezdtem volna így beszélni? Úgy csomag rendben beszéltem volna. Láttam az arcukon, hogy mit gondolnak erről, hogy így beszélsz. Igen. Nem, egyébként ide se fordították a fejüket. Nagyon-nagyon finom hanyag eleganciával konstatálták, hogy itt vagyunk, majd tovább ballagtak. Azt mondták, rendben van itt minden, nincs itt dolgunk, és elsétáltak. Nem is egy Manchester, de azért nagyon szépen köszönjük, hogy Bernből is ide látogatta. Két Bernie pásztort látogat a másik oldalon. Jézus már. Úristen. Nézzük, milyen szépen le van a küldetve. Milyen jó képzett kis kutya. Igen. Megérkeztek Bernből a kutyák. Sziasztok. Na, szóval, hogy volt egy hostess lányunk, aki elmondta tegnap. Hátra vitetted a sátradba. Nem, aki elmondta tegnap, hogy énekel, és hogy rappel. Igen. Igen. Hát ezt ne hagyjuk ki, hogy egy kicsit megszólaltatjuk. Vagy legalábbis meghallgatjuk. Igen, igen. Hol van, ami hostess lány? Már ott ilyen. Hello, gyere! Nagyon gyere, jó, nem mert az üzlet, gyere. Mert szakadt a farmerja. Hello, ciao. Ugye elmondtad nekünk tegnap, hogy te mit csinálsz? Rappelsz? Rappelek, énekelek, táncolok, mindent. És akkor milyen művész néven futsz? Lilian, tehát így, hogy Lilian, ez a... Lilian. Aha, és akkor ebből lett az N. Én nem találtalak meg, vagy te mondtad, hogy megkerested a Jani, nem találtuk meg. Én más oldalakon kerestem, ott nem volt. Miért mindig idejük adunk ide, tényleg? Bármiről beszélünk, mindig ez a vége. És ez rap, vagy micsoda? Hát van benne ének is, meg rap is. Aha. Melyik a leghíresebb dalod? Ez az egy van, úgyhogy... Egy van még. Figyelj, ennyien sose lesznek a fellépéseden. Már voltak. Nem, egyszer felléptem. Tényleg? Na, hol? Nem, többször volt fellépésem, de egyszer felléptem a Szimába. Komolyan? De ott ilyen kosaras rendezvény volt, és ott majdnem, hogy ennyien volt. Az menő, hát egy szimacsarnokban fellépnél, komolyan mondom. Menő, hát az nagyon jó. Igen, akkor azt mondták, hogy akkor fogják kártalanítani a questorosokat. Igen. Na, egy sor csak meghallgathatunk ebből, úgy valamit. Nem készültünk alappal, mert hogy nem tudtuk letölteni ezt a dalt, tehát most ez ilyen kicsit könnyű a helyzet, csak hogy szól, vagy hogy miről énekelsz, vagy hogy mi van benne. Énekeljek, hát figyelj, egy kis rebbetétel, tehát a csajok a rappelnek, azt egyébként szeretjük. Az jó, hogy mit tudnak a mi hostess lányaink. Balázs szája scratch-el hozzá. Tényleg egy ilyen aha, nem volt rossz. Ezt nem bírnád tüdővel. Ez elég nyomorult beatbox volt, azért legyünk őszintén. Jó, hát nem vagyok egy Emilio azért, ugye, akinek a nevében a Gázsia is benne van, Emilio. Na jó. Hogy leesik szépen sorba? Hallottátok a morajta, hogy elkezdett leesni a poén, igen, Emilio. Na, egy sor tessék csak, hogy Lilian, jó? Csak hogy szól? Közepétől is indulhatunk, az elejétől is, nekem teljesen mindegy. A reppet elnyomom. Na, nyomd el a reppet, jó? Oké, okay, kezeket a magasba, jó? Mindenki kezeket színpadon föl. Színpadon Lilian! Ja, Lilian! Ez egy akkora rohadt. Hogy kell megölni a bulit színpadon? Dehogy is, föl magasra a kezeket, de nem tündér vagy ott, hogy imádunk. A kezeket föl, csak hogy mit tudnak, ami most lesz lányi, mi se tudtuk. Ez elég békés csabai beatbox volt. Ez nagyon jó, de a tiédnél azért sokkal jobb, ami viszont budapesti. Na, nyomjuk egy sor csak belőle. Egy uncenzored legyen. Tényleg olyat, ami azért NMHA kompatibilis, jó? Már így is sok van a rovásunkon. Na, oké, halljuk. Egy ötletből lett minden tett, ahogy csendből a dal. Mindig van, aki nevet, róla senki se hal. Bizonytalan minden első lépés, jobb után a bal. Az ára szemben is veled az őrangyal. Tele van körülötte csodákkal a világ.
az etalad emelt barikát, hidd el, még ha nem is tűnik, hogy van kiút, véget ér minden alagút. Szóval, ha nem szereted a szereped, ne vedd fel, ha megteheted, hogy cselekedj, lásd a kezeddel. Na, csak megérte. Mi? Hát figyelj, ilyen a mi kitelepülésünk is. Így nyomjuk ezt. Drága vagy, köszönjük szépen, csókoltatunk, köszönjük. Sziasztok! Ilyen univerzális. Lilien, nagy tapsot neki! Ilyen univerzális hosszas lányaink vannak. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, drága hallgatók, aztán szépen elbúcsúzunk tőletek. Itt hagyjuk Kazinc Barcikát, elmegyünk, de előtte még jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye hát korán reggel meglátogatott minket Kazinc Barcika polgármestere, nagyon jó hangulatú kis beszélgetés volt, nagyon kedveljük őt. Elképesztően jó arc, laza, jó fej, és tényleg hozott nekünk egy csomó mindent, illetve hát rengeteg... Amit lent találtak a pincébe, még az előző polgármester idejéről. Igen, az áprilisi lomtanítás elhozott egy csomó mindent. Nem, tényleg helyes dolgokat kaptunk. Nagyon aranyos volt. Illetve hát rengeteg hallgatóval találkoztunk, és Anna ebből készített egy kis egyveleget, hogy kiket szólítottunk meg mit Kazinc Barcikán, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na, itt vagyunk. Itt vagyunk, drága Kazinc Barcikaiak. Hát komolyan mondom, nagyon helyesek vagytok tényleg. Megállás nélkül. Szétszednek bennünket. Hát figyelj. János már el is vitte a tömeg. Valaki felkapta, elvitte. Kész. Hazavitte. János hazavitte. Itt van az üvegstúdió előtt, így van. Várj, maradj ott, Jani, adok mindjárt egy mikrofon neked. Kiviszem. Na, hát szépen lassan elbúcsúzunk tőletek. Érkezünk. János megjött a mikrofonot, tessék. Elbúcsúzunk szépen lassan tőletek, drága Kazinc Barcikaiak. De jól éreztük magunkat, ez az első látogatásunk volt, de nagyon, nagyon helyesek vagytok. És hát elképesztő mennyiségű ember jött el bennünket megnézni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igen, nagyon. Kicsit azt gondolom, kezdem sajnálni, hogy elállt az eső. Várj, vegyél füles, mert közben nem hallott, hogy a Feri is. Hallottam. Mit, elállt az eső, azt mondtad? Én már kicsit kezdem sajnálni, mert figyelj, annyian vannak, nem, hogy ilyen teljes őrület, de hála jó Istennek, hogy jöttetek, köszönjük. Na, Feri, van recepted? Vagy a múlt hetit, ha föltesszük, szerintem jó, van egyébként, csináltam újat, csak most már ezt unom, hogy nem tesszük föl, tudod? Ja, miért nem sikerül? Már nem sikerül. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy van egyébként új, de tegyük föl a múlt hetit, az majd lesz valahogy. Hát valaki most... előbb-utóbb szól, hogy ez már volt, akkor föltesszünk egy helyet. De nem volt, tehát a múlt heti nem került föl. Ja, hogy nem került föl? Persze. Hát addig ne csinálj újat, amíg nem került föl. Meg vagyok. Hát akkor nem mindegyik olyan egyszerű, 3x4-szer nekifutnak, aztán csak összejön. Igen, ha ugye, meg el tudják olvasni, de nem tudja. Jaj, de aranyos. Ne hülyéskedjetek, ezt nézd meg! Balázs, ezt neked tedd ide, végre meg vagy! Te király, rakd a pólód alá! Csak mondom, hogy kapott valamelyikünk, nem tudom, hogy ki kapott egyébként, egy csak olyan... Csak a tied lehet. Tehát, miért? Csak neked áll jól. Egyébként Jani a cici pervers, csak mondom. De kaptunk egy olyan párnát, amin két mell van a párnán, ugye, hogy az ember berakja a feje közé. Egész jó. Nagyon szexi. Beraktam a pólómmal egyébként. Vannak ilyen párnák, hogy két női mellett formáznak a párnát, és kinek hoztátok egyébként? Tehát, hogy csak a hármunknak. Köszönjük szépen. De durva. Felváltva fogunk rajta aludni. Majd nézem, igen. Azt mondja, hogy ki gyártja. Szitka BT. Na, hívjuk a... Én majdnem azt mondtam, hívjuk a polgármestert. Hívjuk a naphallgatóját, jó? Nagyon jó lett ez az integetős videó, ez gyerekek, az év videója, komolyan mondom. Morning show. Hello, sziasztok! Hello, hogy hívnál? Hello, Gyula. Hello, Gyula, hol hallgatsz minket, Gyula? Csabán. Én Szomoron. Hol, bocsánat? Hol? Szomoron, Komárom-Esztergom megye. Szomor? Aha. Na, hát akkor dolgozunk, már nem sütünk el rossz bajnokat. Lett volna menni. Azt írta nekünk, hogy az Eurovízió kapcsán felhívtuk Fredit, hiszen szombaton lép ugye színpadra 5-nek, ami azért is jó, mert utána át lehet kapcsolni a Gyertek át szombatestére. Az mondtam, van! De jó! Mikor szombateste? Ha már így hirtelen eszembe, hogy szezonzáró adás. Holnap, ja. Nem elfelejteni. De jó. Sziasztok, nekünk ez az Euró csak vízió. Ezt írta SMS-ben. Úgyhogy szeretjük, te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük, küldünk egy ajándékcsomagot. Köszönöm.
Köszi, ciao, ciao. Kérdezzük a sorsolási bizottság elnökét, a második emeleten minden rendben talált el. Minden rendben talált. Jól van. Van egy hallgató, gyerekek, 4 órája áll a második emeleten az ablakban. Kicsit eltűnt kávézni. Néha kicsit elment kávézni. Igen, itt néha asszonykája kinéz, igen, közben megjelent egy fej alul egy kisgyermek, illetve itt nálunk az erkélyen pedig egy egészen pici csecsemő is velünk nagyon van. Nagyon aranyos. Tehát a kazincbarcikaiak szerencsések, mert egy olyan téren nézünk, hogy rengetegen az ablakból tudnak bennünket nézni. Igen, igen, és a szembe lévő ember vagy nagyon magas, vagy valakinek a hátán térdel. Én neki mondtam, hogy ne élje bele nagyon magát az integetésből, meg kiesik. Tehát az asszonyra. Igen, igen, és rásik az utazási iroda redőnyére, vagy esőfogójára, és azért az egy csúnya esés lesz. Na jól van, szépen lassan elköszönünk tőletek, drága kazincbarcikaiak, mert hogy vége a turnénknak, jó? Ezt a melles dolgot én ezt lerakom, mert itt állok fog egy meg, ilyen... te még fiatal vagy, igen, azaz, neked néz, meg is rögtön elkezdte markolászt. Majdnem így néz ki. Igen, nem sokára te is meg tudod, milyen az igaz, igen. Na, hát volt egy-két szponzorunk, nekik szeretnénk megköszönni, mert nagyon helyesek voltak, reméljük, hogy ők is elégedettek, ugye a Szólénak is, természetesen a Henkel Magyarországnak itt voltak velünk, drágák, köszönjük szépen a Cerezitnek is, akik hát, ahogy szoktuk mondani, nélkülük nem működött volna ez a turné, úgyhogy nekik is köszönjük szépen, hogy egész héten velünk tartottak. A stábnak, mert hogy azért egy ilyen kis utazókócerájt utaztatni, jönni, vinni, lebontani, újjáépíteni, azért az is nagyon nagy dolog, úgyhogy köszönjük, de hát mindenkinek. A hostess lányainknak, a promóciós lányainknak, mindenkinek. Az NMH-nak, hogy még ezt a kitelepülést befejezhetjük. Köszönjük szépen az NMH-nak, és így van, hogy még hétfőn szólhatunk. Szóval igen, mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát és mindenkinek, aki ellátogatott a kitelepülésre, mert nélkületek ennek az egésznek semmi értelem lenne, gyakorlatilag nektek csináljuk ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük. Mi van benne? Biztos, hát, Balázsé. Én most ezt nem merem kibontani, mert az előbb kaptunk két mű mellett, ebben a hosszú csomagban nem tudom mi lehet. Három üveg ital. Három ráadásul, na boldogok lesznek a feleségeink ma ital. Este. Drága vagy, megnézzük adáson kívül, még egy szatyor köszönjük érkezik. Szépen. Nagyon szépen köszönjük, jól van. Igen, elköszönünk, és akkor utána jön a Jani bácsi, és akkor aláírja. És majd szól a Balázs bácsinak, hogy jöjjön ide, és a Feri bácsinak is, hogy... Mint egy cukros bácsi, nem? Nagyon szépen elmondtad, köszönjük. Na, köszönjük. Jó, gyerekek. Csinálunk még egy integetős videót, jó? Így van, meg hátra kell mennem úgyis kivenni a szájpecket a sípoló gyerekek szájából, úgyhogy siessük. Én próbáltam leosztani őket, de nem sikerül. Láttuk, hogy ma Music FM kitelepül, és láttuk, mennyien vannak, átküldünk nekik egy fotót, nagyon jó, hogy megnézzék, hogy nálunk ez hogy szagy. Szegény nem, léci. Hosszú étvégén olyan egész végig szomorúak lesz. Szemét vagy. Mennyi az idő? El tudom már köszönni? El tudom már. Csabikám, jó reggelt! Hello, szia, neked Csabi. Is! Jó reggelt! Szevasztok! Kazincbarcika! Hello! Látod, de Csabikám? Annyira irigyellek titeket. Lehet is. Nagyon sokan vannak. Hát ezt majd a Facebookon meg az Instagramon meg tudod nézni egyébként, de tényleg elképesztően sokan vagyunk. Mi újság Pestem? Itt is jó idő lett, nagyjából ugyanúgy, mint nálatok, hogy kicsit szomorúan esősen indul, de aztán most arra gyönyörű napsütés van. Ezzel várlak vissza titeket. Jó itt a fővárosban, gyönyörű napsütéssel. Elintéztem nektek. Jövünk ebben. Sietünk hozzá, Csabi. Ja, keddig ott vagytok? Akkor bocs, akkor maradjatok. Hát, jó helyen vagytok. Milyen zenéig lesztek, Csabi? Azért pont, mert irigyellek titeket, hogy Britney-t hozok, az I Wanna Go, hogy én is menni akarok, én is találkozni akarok a közönséggel. Remélem, még nekem is lesz lehetőségem. Én szeretnék majd küldeni egy Justin Timberlake számot, hogy az egyik haveromnak, Balázsnak, hogyha megoldható. Még ezt csak mi játsszuk reggel. Jó, de hát... Azt még a Csabi nem játssza. Valami ahogy szép üzenetet tegyél mellé, és akkor mehet. Igen. Csabikám, csókoltatunk, jó munkát neked. Én is jó? Titeket és a barcikaiakat is. Szevasztok. Mindent hallanak. Ciao, szia Csabi, köszi. Ciao. Na, drága kazincbarcikaiak, még utoljára elköszönünk tőletek. Mindenki emelje föl szépen a kezét, és amikor azt mondjuk, hogy sziasztok, akkor ilyen baromi nagy integetéssel zárjuk ezt a turnét. Jó, ezt mi videóra rögzítjük, hogy tényleg aztán vissza tudjuk nézni, amikor már mi is majd sokáig tudunk aludni reggelente. Jó. Jó? Ez lesz az ébresztő. Na, legyen archív, amit vissza tudunk nézni. Na de tényleg mindenki föl legalább az egyik kezét. Gyorsabb, így, nagyon ne ezt a másikat. Csókoltatunk mindenkit. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Szevasztok! Hello! Sziasztok! Azért egy kicsit magamat Néma is belemény. Igen, nem gondoltam. Szevasztok! Köszönjük! Sziasztok! Puszi! Hello! Köszönjük! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.